Lapot csinálni több munka, mint gyereket, ezt, ezt nem <laughs> A közösség az, amelyiknek én is egy hasznos alkotó része lehetek. Fontos a hasznos, uh -huh. aminek a működéséhez én hozzá tudok tenni valamit. Hidd el, hogy minden ember legalább olyan bátor, mint én egész erdővidéken, ami a szívén, az a száján is meg is mondja, oh, le is írja. Ugye. És hát az erdővidék embernek a felháborodását az kell érteni, és el is kell fogadni. Nem azt mondom, hogy nekem folyamatosan honvágyom volt, de tudtam, hogy nekem nem ott van a helyem. Uh -huh. Na mindenképpen erdővidékre haza akartam jönni. Csodálatos a magyar. És ezt akkor tudtam meg, amikor öt hónapig nem beszéltem. A név, a hovatartozás, Igen. a gének azok köteleznek. Hiszen egyszerűen ott vannak az emberek, ők engem megválasztottak, ők engem számon is kérhetnek. Uh -huh. És ezelőtt nem szabad elbújni. Ez itt a Pertú háromszék legközvetlenebb portré podcastje. Különleges karakterek, érdekes életutak, motiváló, példaértékű tevékenységek, és persze jó sztorik. A házigazda Máté Kincső. Tisztában vagyok azzal, hogy gyakorta mondom, és folyamatosan ismétlem, hogy imádom a Pertut, pontosan azért, mert rengeteg fantasztikus emberrel találkozom itt, és nagyon sok izgalmas történetet ismerek meg, de higgyétek el, hogy a mai beszélgetésünk határozottan olyan lesz, aminek talán se vége, se hossza, holnap reggelig itt ülhetnénk végig mesélni, és végig beszélni ezt az életutat. Sziasztok, ez tehát a Pertu háromszik legközvetlenebb portré podcastje, és nem csűröm csavarom mai beszélgetőtársam Barót polgármestere. Benetek Huszár János. Szervusz János. Szervusz kedves kincső, és üdvözlöm a hallgatókat is. Mindenek előtt én arra lennék kíváncsi, lévén, hogy megint vagyok annyira szerencsés, hogy vajmest helybéli, vagy otthoni emberrel beszélhetek itt a Pertóasztal mellett, méhír erdővidéken, mi újság, zötyöge még az út Vargyas felé, ez a legfontosabb, ami, ami ebben a A egy csodálatos útjuk van, a Vargyason most már csak a hit kell elkészülni, és azzal befejeződik a legnagyobb felújítás annak az útnak, ami a főút. Reméljük, hogy ez a hagymáson keresztül is meg fog történni, legalábbis a megye határig. Én azért is nagyon szurkolok, hogy a Hargita megyeik is tudják megoldani az ő részüket, Igen. hiszen mi el akarunk jutni egész udvarháig, vagy legalábbis felső boldog falváig ezen az úton. Ami barótot illeti, stabilizálás elvégeződött azon a szűk egy kilométeres szakaszon, és rákerül az első aszfaltréteg, és akkor reméljük, hogy megszűnik a por meg a sár báramlása a városba. És akkor a következő kérdésem baromi egyszerű. 2024. január 1-e óta hányszor válaszoltad meg az iménti kérdést? Nem tudom megszámolni, de ez folyamatosan előjön, és ezt kérdezik a közösségi médiában, SMS-ben, WhatsApp csoporton, önkormányzati gyűlésen, audiencián nagyon-nagyon sokszor, legalább százszor. Azért is gondoltam, hogy egy kicsit ilyen, bocsáss meg, hogyha bevittelek az erdőbe, vagy egyfajta kis becsapás történt, de azért is gondoltam, hogy kezdjük valami ilyesmivel, mert szerintem a politikus szakma, vagy egyáltalán közszereplői létezésnek az egyik rákfenéje az az, hogy vannak információk, vannak adatok, vannak nem tudom, akár üzenetek, amiket milliószor el kell mondani, és mindig érdekelt, hogy hogyan a van erre mondjuk első körben türelem. Te hogy bírod ezt, hogy milliószor megválaszolni esetleg? Két, ugyanazt a Faramúci buta kérdést, ugyanazokat a kitérőket megtenni, hogyha kell. Nos hát, aki politikusnak ment, az a boxzsák szerepét is fel kell vállalni. És úgy látom, hogy ezekben a, az időkben ez a boxzsák fel felhangsúlyozódik, vagy felnövelődik ennek a hatása. És egy ismerősöm azt mondta, hogy ha van egy menetoszlop, mondjuk két kilométer és katonából áll, akkor a hadvezér nem mondhatja el az első alkalommal, mert az első száz halja, uh -huh. de a többi ötezer nem hallja. És akkor időnként el kell mondani, hogy mindenkihez jusson el ez az üzenet. Ugyancsak egy ismerősöm azt mondta, hogy egyszer egy 20 kilométeres utat átadtak a rendeltetésének. És tízszer mondták el az avató beszédet, mert hogyha elmondták volna, az egyik végén, a másik végén jutottan vetettek, szántottak volna, kapáltak volna, mm -hmm. és nem hallották volna. Tehát valóban az információt el kell juttatni, és én uh, szeretem uh, műszakilag is ezt megokadatolni. Mm -hmm. Szeretek uh, fotót, magyarázatot, technológiai leírást mellékelni hozzá, vagy esetleg. Uh, az útról, hogyha arról van szó a rétegrendet, bemutatom, elmagyarázom, hogy mi miért van, és nagyon sok a visszajelzés, hogy igen, ezt azért jó volt tudni, mert nem tudták korábban, hogy mi miért az okok az okozati összefüggéseket azért tisztázni mindenkinek. Igen, ez jó is, hogy te magad mondod, meg köszönöm is, hogy szóba hoztad, mert én nekem is van egy ilyen észrevételem, hogyha így visszagondolok mondjuk az elmúlt másfél-két hétre, amióta egy vizslatom az életedet, meg a különböző nyilatkozatokat, hogy, hogy ténylegesen az van, hogy mintha nem, a csúnya szó, vagy csúnya megfogalmazást tudod, hogy konyha nyelvre, de inkább a közérthetőséget használom, hogy megpróbálj mindig folyamatosan közérthetően, és az információ morzsákat is megmutatva átadni egy-egy információt. Erre az ember ránevelődik, egyszer mind azt akarom kérdezni, hogy ezt te tanultad valahol, hogy ez a jó út, így kell kommunikálni, vagy ez úgy zsigerből. Nem tanultam, viszont mielőtt polgármester lettem volna most másodszor, tehát az IFA, ami meg a Baruti polgármesterség között el, tehát 12 évben én pályázatírással foglalkoztam, van. projekt, projektmenedzser voltam, és hát rengeteg olyan gyűlésen voltam, ez munka megbeszélés szakemberek között, vagy pedig önkormányzati gyűlésen kell ezt vegyek, amikor valaki, valakinek el kellett magyarázza, és nem feltétlenül voltam én az elején, hogy mi miért van. Uh -huh. És akkor tanultam tervezőktől, kivitelezőktől, hogy ezt hogyan kell prezentálni. Tehát nyilván nem kell ott a fagyás-olvadás képleteit prezentálni, de hogy mi miért van, hogyan van, milyen fázisok egymás után, és akkor én is próbálok ugyanannak a szellemében cselekedni, hiszen mit lát az ember? Bejön baróta, azt látja, hogy kosz van, sár van, por van, ahol négyessel ment, ott egyessel, kettessel uh -huh. megy, Nehezen folyik a közlekedés, és akkor el kell magyarázni, hogy hogy állunk. Azt a példát szoktam mondani, hogy ha otthon csak egy szobát is kimeszelünk, óriási felfordulással jár. Amikor építünk, akkor még nagyobb Na most az út olyan, hogy pont ott kell megépíteni, hol van. Tehát nem lehet mondjuk felsőrákosan összerakni, igen, 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 és aztán idehoz barózra. is letenni lehetőleg egy éjszak alatt, hogy este nyolckor megvolt a régi, reggel kilenckor megvan az új. Pöröl egyébként a jó nép, a drága jó otthoni jó nép vagy. Természetesen. Vagy Tehát az erdővidéki emberben erős a kritikai Ó, szellem, igen. és a szókimondás is megvan, bátorság, az emlékben mit tetted velem szembe a bátorságot, hidd el, hogy minden ember legalább olyan bátor, mint én egész erdővidéken, ami a szívén, az a száján is meg is mondja, le oh, is okay. írja. Na és akkor ezt kezelni tudva-tudván, ugye hát mondjuk el azoknak, akik esetleg nem tudják, hogy erdővidéki gyökerekkel bírsz, te magad is kisbaconi születés vagy, tehát effektív beleszülettél ebbe a bátorságba vagy szókimondásba. Ez akkor ennek kezelése vagy megfelelő kezelése, jön már gyerekkorodtól tanulgattad, szoktad, hogy hogy kell erre reagálni, vagy ehhez azért kell a közszereplői lét is, hogy ezt méltó módon. Tehát a gyökerem a gyökereim azok kisbacon, nagybacon, száraz ajtó, alsó rákos, olasz telek, viszont az erdővidéki falvakban mindegyikben osztálytársaim, katonatársaim, barátaim, ismerőseim, rokonaim élnek, tehát igencsak érzem, hogy ott mi a mi a helyzet. Édesanyám egy nagyon bátor nő volt, most is, most is él, hiszen 80 éves, most már hiszen azért édeszások. visszafogottabb. Nagyon bátor nő volt, de nem gondolom, hogy ez egy különös génszekvencia lenne bennem, amit hordozok. Hiszen egyszerűen ott vannak az emberek. Ők engem megválasztottak, ők engem számon is kérhetnek. Uh -huh. És ezelől nem szabad elbújni. Tehát a választási programomnak része volt, hogy a lehető legnagyobb transzparenciára emeljük a kommunikációt. És akkor mit tettünk? Az egyik Konkrét javaslat az volt, hogy minden önkormányzati ülés az közvetítve lesz élőben, online a Facebookon. Ez a mai napig így van egyébként. napig így. Nagy így van. nagyon jó, mert emlékszem, amikor mai elindult így maga így a folyamat, akkor a környező falvakból is valóban árgus szemekkel követtük, hogy na ez egy jó ötlet. Hát, tehát nem nem ebbe ez? belekötni Újdonság nem lehet. Volt. Igen, 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 igen. Nagyon jó. És ezt a transzparenciát, ezt mindig szeretném is fenntartani, tehát rajtunk kívül a megyei tanásnak van élő közvetítése, igen. más önkormányzat nincs a megyében, és hát a környező megyébe vagy az országba se jellemző ez. Korábban az volt, hogy egy elég konfliktusokkal terhelt időszak mögött van Baró. Tehát az előző mandátumok folyamán Uh, ahogy mesélik a kollégák, akik voltak még akkor, ilyen három, négy, öt, hat órás tanácsülések is voltak, partalan vitatkozással, uh, hát, sértegetéssel, bántással, személyeskedéssel. És hát a nyilvánosság ugye az azért egy elég nagy szűrés, elég nagy fékező erő. Tehát ott van, ahogy itt is vagyunk, beindulnak a kamerák, különböző szögből veszik, és akkor utána nincsen kérdés, hogy vajon ki mit mondott, uh -huh. ja, mit terjesztett jó. elő, hogyan szavaztak róla, ki szavazott, ki volt mellette, ki támogatta, ki tartózkodott. Tehát ott van, elő lehet keresni 2020. októberétől az összes tanácsülést, és az emberek átnézik, és abban a pillanatban választ kapnak rá. És szerintem a választópolgára szembe ez egy minimális kötelezettségünk, hiszen, hogyha olyan döntéseket hozunk, amely az ő életére hatással van, akkor a döntés engedni, hozatali folyamatban, abban a mechanizmusba, uh -huh. egy pici betekintést engedjünk. De most az is megvan, hogy sokan azt mondják, hogy ha hát túl rövid, és nincs semmi cirkusz. Ezt ja, Istenem, hát miért? <laughs> és akkor azt mondják, hogy a, az önkormányzati képviselők, azok bólogató Jánosok, a polgármester előterjeszte, mindenki együttető azt mondja, oké, és térnek a következőre. Viszont ezt nem látják, hogy ez a plenáris ülés egy gyakorlatilag egy döntéshozatali mechanizmus folyamatnak a, a vége. Igen. Előtte amíg független polgármester voltam, addig a két frakcióvezetővel, az EMS és az RMDS, a két pártelnökkel, ötösben minden egyes tanácsülés előtt mindent átbeszéltünk. És ezek a gyűlések nem egyszer voltak, hogy nekifogtunk délután 5-kor és éjjel kettőkor Na, oda kellett el. volna kamera, látod? Na, volt a sok óra, és megvolt minden, viszont letisztáztuk a dolgokat, és akkor bocsátottuk a frakciók külön-külön, uh -huh. amikor közösen megbeszéltük. Akkor volt egy frakciógyűlés, utána a szakbizottsági gyűlés, és a plenáris ülésen például a frakcióvezetők negyedik alkalommal szembesültek egy kérdéssel. És Volt idejük tulajdonképpen kicsit is. bele is ásni magukat, ha akarták Persze. végig gondolni, aludni rá néhányat, stb. Tehát a függetlenek, két független képviselőn kívül a többi 13 gyakorlatilag harmadik, negyedik alkalommal találkozott azzal a problémával. És a plenáris ülésen egyértelmű mm. volt. Ez egy picit az a úgynevezett japán döntéshozatal mechanizmus, amikor hat hónapig előkészítik, és két perc alatt megszavazzák. Én ezt akkor, szeretem. ha jól értettem, ezt így nem tudom, nehezményezték <laughs> néhányan, hogy jaj, olyan könnyen mennek a dolgok. A Persze, de beírások is vannak, hogy ott dololhat Jánosok, csak szavazni tudnak, nincsen egy egészséges vita, meg fórumokon elmondták, hogy de ott valami ellenvetés kellene, tehát egy kicsit vitatkozzanak. Vissza szoktál írni az ilyenekre, reagálni? Van, amikor igen, van, amikor nem. Tehát amikor úgy gondolom, hogy a beírónak egy bántás, egy sértés, vagy pedig egy felháborodás, ami esetleg olyan szavakban nyilvánul meg, ami hát nem olyan szalonképes a célja, uh -huh. akkor nem szoktam visszaírni. Hogyha pedig egy tárgyi tévedés van, akkor nagyon szívesen visszajírok és kigazítom. És tehát amikor azt látom, hogy valaki elmegy a rossz zsákutcába, uh -huh. és nem abba menni, akkor igenis beírok. Ez nagyon fontos, amit mondasz, mert én rendszerint eddig közszereplői vonalról két változattal találkoztam, a vagy igen, a vagy nem változattal. Van, neki megpróbál és sikerül is neki teljesen függetlenül, mondjuk hozzászólásoktól, feedbackektől, kommentektől, stb. Illetve van a másik véglet, aki folyamatosan ott van, reagál, és azt hiszem, hogy mindannyian tudnánk számtalan példát hozni telenyében, mindkét oldalra. De az arany közép úttal még nem találkoztam, akkor ezt Érthetem úgy, hogy neked sikerült megtalálni ezt az arany középutat, hogy okosan, ügyesen szelektálni az érdemleges vagy a válaszra érdemes hozzászólások között? Ezt nem mondom, hogy sikerült, de ezt keresem. Uh -huh. Tehát van, amikre nem kell válaszolni, nyilván. Viszont nem törlök semmit. Tehát nincsen az én profilomon vagy az oldalamon törölt és tiltott hozzászólás profil, nincs. Kivéve egy alkalom, amikor, hát, hogy mondjam, tehát ilyen. Homoszexuális vélt homoszexuális irányultsága miatt szóltak hozzá valakihez, és akkor ott olyan Jaj. meg nem engedhető szavakkal, aminek nem volt keresnivalója azon a falon. De próbálom keresni ezt az arany középutat, hogy ha valaki hozzá szól, akkor ne érezze, hogy falrahány borsó. Tehát én mondok, amit akarok, és úgysem veszik figyelémbe. Uh -huh. Viszont a kötekedés fonalát az nem érdemes felvenni természetesen, tehát nem megyek bele ilyen több hozzászólás láncolaton keresztül, hogy akkor kinek van igaza, vagy mond nagyobbat. De igen. Ilyenekkel az napokban is találkoztam. Tehát igen, ez igen. igen, igen. De. de ahogy látom, és egyébként nem csak az alapján, amit most elmesélsz, hanem hogy az ember végig görget a Facebook oldalodon, akkor evidensé is válik, de azért elég aktív közösségi médiás életet élsz. Annyi, jó, hogy veled kapcsolatban, és akkor itt legyen, amikor óvatosan esetleg el is pirul. Blog, sokunk nevében, de szóba hozom azt, ami valószínű, hogy már te is találkoztál a kifejezéssel, de hát veled kapcsolatban gyakorta szóba kerülhet, hogy. hogy Egyrészt a közösségi médiás jelenléted apropóján, de másrészt gyanítom én szintén karizma, meg egyáltalán hozzáállás kérdése is. A színész polgármester, aki olyan szépen mond verseket, például a Facebookon. És nem vagyok biztos benne, hogy mindig a lehető legjobb szándékkal fogalmazódik meg ez a kifejezés, de abban biztos vagyok, hogy itt a pertoasztala mellett azért szeretem és fogom is ezt használni nagyon sokszor, mert le az összes kalapokkal őszintén, hogy valaki polgármesterként is, vagy egyáltalán azt kell mondjam, ma, holnap őszintén, hogy férfi emberként is kiáll, és egy saját videót elkészít arról, ahogy a nő mondjuk Adi Endre, vagy nem tudom, Áprilé, vagy éppen Faludi és társai verseket szaval. Úgyhogy rögtön jövök azzal, ami leginkább érdekel a közösségi médiás felületet kapcsán, kérdésgyanánt, hogy miért? És miért van ennek helye? És miért csinálod ezt? És mi a cél, és mi a szándék? Tehát a legelső pillanatban azt mondom, hogy én nem vagyok színész. Életében nem akartam lenni, nem ápoltam titkos színi növendék, álmokat, nem felvételiztem, és nem sikerült, és azért nem lettem mm. az. Azt gondolom, hogy ennek a színészethez nincs semmi köze. Ennek az alapvető szakmámhoz, tehát én magyar szakos tanár vagyok, ahhoz van köze, és hát ahogy egy mérnök gondolom, hogy szereti az ő szakmáját, azt a műszaki... Részt. Vagy egy közgazdás szereti a pénzügyeket, a gazdasági dolgokat. Ahogy egy tanár is szereti azt a tárgyat. Most, hát, ha kémia tanár lennék, akkor lehet, hogy érdekes kémia kísérleteket csinálnék, és néha megosztanám, hogy a lakmuszpapír, akkor mibe lesz kék, és mibe lesz lila. Uh -huh. Viszont mivel nyelv és irodalom tanár vagyok, hát az irodalmat azt szeretem. Amúgy a nyelvet is igen, és néha szoktam ebben is egy-egy hozzászólást tenni, amikor uh, helyre kell igazítani valamit, hogy például Az a, a típus magyar vagy, aki kiavitgatja. a, ki a Igen, mert hogy a tanári mi voltamat, azt nem tudom teljesen feladni. És, nem is kell. És a helyesírásom, a helyesírás az egy gyengém. Az ilyen rákfenne, gondolom, Valahogy akkor Ha valaki nem ír helyesen, akkor, akkor elő kell vegyek a jo vegyem a jobbik kénemet, hogy mondjam, hogy na nem baj. Tűrtöztest magad, hogy nyugdíj. És ne, ne javítsam mm. ki, de persze nem szeretnék egy szőszálhasogatósa lenni. Viszont az irodalom az egy külön, külön tétel, hiszen nézzük csak meg, hogy mennyi mindent tanulunk az irodalomból. A személyiségünkbe beépítjük azokat a jegyeket, amik különböző irodalmi hősöknek a jellemzői. Tehát a könyv az nevel. A könyv a legjobb barátod, ugye ezek mind régi közhelyek. És akkor ott van a vers. A versnek, a verset úgy közelítem meg, hogy szeretünk énekelni? Igen. Egy átlagember volt, amikor fiatalokkal beszélgettem, kérdeztem, hogy hány éneket tudnak, hány dalt. Ő mondta az egyik, hogy 30-at, másik 50 másik 100 -at. Mondom, jó, és akkor, hogyha úgynevezett daltulajdonosok vagyunk, akkor minden lehetnék tulajdonosok is. Uh -huh. És nekem is van egy 50-60 versem, amit kívülről tudok, ebből valamikor elfelejtem, utána tanulom, akkor találkozok egy újjal, megragad, megtanulom azt is, és akkor ezeket folyamatosan mondogatom, mert hát, Hogyha nem zenélik a dalokat, akkor elvesztődnek, a verseket, ha nem mondják, akkor viszont azok is elfelejtődnek. És a színészetet azt azért utasítom vissza, mert hogy. Ja, próbálok ezt ilyen határozottan vissza is utasítottam. Nem, nem, nem vagyok szereted? az. De nem szereted azt se, hogyha mondjuk párhuzamot vonnak, vagy, vagy akár. Nem tudom, Akitől hát ez, hallom, az pejoratívan mondja. Ezért mondtam én az előbb, hogy valószínű, hogy egy csomóan ténylegesen sőt. negatívunkként használják. De szerintem már bocsássd, világ, őszintén a színházi emberek mellett dolgoztam, éltem éveken keresztül. Szerintem, ha ezt egy civil ember kapja megjelzőaránt, az egy világ egyik legnagyobb bókja. Mivel pejoratívan mondják, sőt az egyik uh, tanácsos az egyik gyűlésen, amikor azt akarta mondani, hogy én milyen csúnya vagyok, akkor azt mondta, hogy ön egy színész. Aztán Jaj. persze utána azt is mondta, hogy ön ripacs. Ugye hát a színésznek ez egy gúny neve, hát régen még a 19. századból. És én azért szeretném ezt elkerülni, mert hogy pejoratívan mondják, és ez nem csak rám háromlik, hanem uh -huh. mindegyikre. Most gondoljuk meg, hogy ha valaki a színész szót egy pejoratív jelzőnek alkalmazza, akkor ő szkizofrén, amikor színházba megy, mert feltételezem, Te hogy nem egy azok intelligens az emberek ember nem jár színházba. színházba. Igen, csak nem biztos, hogy azok az emberek, tudod, akik a, a ripacsot összekeverik a színésszel, vagy a színészt összekeverik azzal, aki készít egy Facebook videót, vagy szeret verset mondani, én nem vagyok 100%-osan meggyőződve, hogy járnak színházba. Sőt, a félkaromat rámerném tenni, ha fogadom. Lehetséges. Tehát nem a színház élmény, haszol. az egy csodálatos dolog. Igen. Ugye, akik járunk színházba, ezt tudjuk. Hát azért is megyünk oda az élményért onnan pozitív töltettel menjünk haza, kinek a játék a révén, a színész játéka révén. Uh -huh. Viszont a színész nem feltétlenül versmondó, tehát ezért mondom, hogy a színészettől eltekintek, az egy másik szerep, én a versmondásra szorítkozok. És azért szeretem mondani, mert hogy ezáltal bizonyos képeket lehet közvetíteni, érzéseket lehet átadni, élethelyzeteket, személyiség, vonatkozásokat lehet megjeleníteni, és... Egy idő után azt gondoltam, hogy hát akkor ne csak magam mondogassam, hanem osztom meg máshol. Nagyon jó. Viszont hogyha már őszintén ilyen nagyon ügyesen belecsaptunk a lecsóba a beszélgetésünk legelején, e, belementünk a sűrűjébe, akkor én most hozzá kell nyúljak ehhez a pertodobozhoz, ami kapcsán tőled is megkérdezem, mint minden vendégünktől, hogy vajon tudod-e a titkát, ismered-e a koncepciót, keretet, körítést? Nem vaj, nem, 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 nem mert nem akkor nem semmi, mindenkinek, de... neked is, vagy bárki, aki először nézi esetleg a pert, tudna el tudom mondani, hogy ebben a dobozban tárgyak vannak elrejtve, a te esetedben jó sok, és abban bízom, hogy ezek a bizonyos tárgyak valamelyest eszedbe juttatnak ilyen, meg olyan dolgokat a te életedről lévén portré beszélgetés, az életutadat beszélnénk végig a következőkben. Viszont nem megyünk most lineárisan, mert úgy alakult az eddigi néhány gondolatunk, úgyhogy nincs ezzel semmi baj. Veszem ki az első tárgyamat, és utána beszélgetünk róla. Csak előtte téged is megkérlek, hogy nézd meg, milyen csodálatos ö, falfestés van itt a plafonunkon, hogy ne lásd miközben én matatok a dobozban, hogy mi van még. És meg is van az első tárgy, úgyhogy már vissza is nézhetsz. Még nem, nem nézek oda, de aztól félek, hogy ez lesz az a sorozat, ami nem egy lesz arra, hogy úgyhogy <hállt> egészségedre látod, ehhez kéne valami jóféle innivaló is. Már csak azért is, mert egy faludi györgy kötet van a kezemben, ami egész pontosan a te saját kötetet. Hogyha nem haragszol, akkor így utolagos engedelmet, de kicsempésztük onnan, ahonnan ki kellett csempészni. Sőt, be is jelöltem kettő olyan verset, amit konkrétan ilyen kis videós formában meg lehet találni a Facebook oldaladon, hogy egyrészt akár ezek a versek kapcsán is, de úgy egyáltalán, ha már faludi, de említetted Kányádi, de Kányádi kötet már volt a dobozban, nem hoztam, de említhetjük Farkas Árpádot a teljesetetben, az a kötet is volt, azt se hoztam. De említhetjük áprilit, sőt, ami nagy kedvencem például ugye az Apokrif Pilinski től most a legutóbbi filmecskék közül. Egyszerűen, mint az lenne a kérdésem a sok felsorolt név kapcsán, és még folytathatnánk valóban, hogy miért pont ezek a költők, illetve miről szólnak azok az üzenetek, amiket ők megírtak, amit te fontosnak tartasz az elmondásra és az átadásra. Hűha. Hát ez nagy kérdés. Faggatás. Ez nagy fogatás tényleg. Tehát, hogy most tegyük fel, miért pont faludi? Hát ennek is története van. 1990-ben a forradalom után a márciusi, a tavaszi vakációban Budapest 18. kerületének az MDF szervezete egy kapcsolatot teremtett Baróttal, személyes kapcsolat volt, és két autóbusz gyereket fogtak, és három hétre kivittek Budapestre. És szétosztották családoknál, úgyhogy három hetet ott töltöttünk egymás között. Voltál akkor te? Is? Én is köztük Aha. voltam, igen. A Soroksári úton laktam egy nagyon kedves családnál. És hát a család dolgozott természetesen, de adtak zseppénzt, és akkor három hétig az enyém volt Budapest. És hát közbe vettem könyvet. És akkor ott volt Faludi György fordalom után kiadott első egyik verses kötete az egyik volt a Recski táborban írt versei Jó. kötete, és a másik pedig egy másik kötet, amelynek a címére nem emlékszem, de benne volt néhány ilyen vers, ami teljesen elütött attól, amit mi egészen 89-ig itt irodalomként olvashattunk. Uh -huh. Tehát ugye Faludi ezeket egyrészt a két világháború között írta, másrészt pedig az emigrációba írta, vagy pedig a raptáborban írta. Tehát ezek mind olyan élethelyzetek voltak, ami az én 80-as évekre emlékező tudatával uh, nem tudott felfogni. Meg hát az és nagyon is nagyon érdekes tudod. volt. Igen. Nagyon érdekes volt, hogy egy József Attilával uh, egy időben született költő, egyrészt még mindig hát József Attila, ugye már rég történelem, másrészt pedig olyan nyelvezettel, olyan virtuozitással írt, ami nagyon megragadta azt a fiatal embert, aki én voltam 16-17 évesen. És hát maga a története is megragadott. Tehát valamit, amikor bezárták a Recski kőbányába, ugye a kényszermunkára, akkor fájban írta a verseket, nem volt papír, ami leír. És úgy tanulta meg, vagy úgy őrizték meg, hogy ki volt oszva, hogy mindenki meg kellett tanulni egy adott versből, annyi, meg annyi szakaszt. Jaj, de nagyon jó. És a címet sem adott neki, hanem az első szó, első betűjével nevezte az ABC szerint. Tehát volt A-val kezdődő vers, B-vel, C-vel, stb. Ugye az ABC végig. És például volt egy olyan történet, hogy szerre szabadultak a rabok, ugye az 50-es évek uh, rendszerű van szó, szóval szerre szabadulnak a rabok, és uh, meg volt tanulva egy kilenc szakaszos versből három-három szakasz három embernek. És akkor elment a faludi uh, feleségének a lakására az egyik, és elmondta de az első jem. három szakaszt. És azt mondta, hogy ha kiszabadul mondjuk kis Jóska, akkor ő is eljössze, hogy a következő három szakaszt le kell írni. És a versek végül nem maradtak meg mind, néhol kitöredezett belőle, de úgy állott össze a kötet, hogy Faludi aztán később lelevelezte a volt braptársakkal, és mindenki el, elmondta maga három szakaszát, csak Aztán akkor ebből összalltak a Ez egy fantasztikus történet. Hát van ez egy nagyon ilyen... jó sztori. Meg tudod, mi jut eszembe, hogy mondjuk el, akkor most már konkrétan keretbe helyezvén is annak, aki esetleg nem tudja, hogy ugye te magyar szakos végzettséggel rendelkező, meg magyar tanár, magyar nyelv és irodalom pedagógus ül velem eredetileg szemben a Pertóasztalánál. Szóval, hogy pont az jut eszembe, ahogy most hogy most mesélsz hogy ej, ha így hallottuk volna mi a mindennemű magyar leckéket adnak idején. De ez a lényeg. Ilyen is ehhez hasonló vagány történetek. Ez a lényeg, lényeg, mert hogyha egy ilyen történet felülről közelítem meg, és azt mondom erről Faludiről, hogy rab volt, aztán emigrációba élt, az arab világba egyetemi tanár volt, stb., és hát 90 annyi évesen halt meg, akkor abban a pillanatban felcsigáztam a gyereknek az érdeklődését. Amúgy még csak annyit szeretnék mondani, hogy a klipeket, amikor készítettük, az M4 gyáras srácokkal. Jaj, akartam kérdezni, tük, mert esküszöm a minőségen érzem a kezük munkáját, de igen, komolyan. Nagyon-nagyon-nagyon szépek képileg is, meg koncepció szempontjából Akkor általában is. valamilyen alkalomhoz van ez kötve. Igen, ünnepnapokhoz, És, ha jól lőttem be kb. Igen, hát például... Halottak Napja, november 1 volt kötve az apokrif. De mondjuk egy évforduló. A nőnapi, is van, a tavalyi, milyen jó volt, arra emlékszem, meg így vizuálisan is megvan, de nem tudom, tavaly előtt Hát az nőnapi Már szaladt volt. Az Hát Mikor kell hát, elmondani azt a verset, na, hát hogy ó, a tegnapi asszonyokhoz, hanem március 8 -án. Így van, így van. És aztán ennek a, az évrendszerére van felfűzve a többi. Na, én minden esetre nem tudom, mit történik nálatok tanácsülése, vagy kimével szokott, milyen kontextusban uh, jelentkezni, vagy milyen szavakat használ, de. de de mondom, én ezt minden vers szerető, vagy irodalom szerető, és egyáltalán közösségi médián mozgó ember nevében, ugyanúgy, ahogy egy kávészünet zenekarnak mondanám, vagy ugyanúgy bárkinek, aki a vers népszerűsítéssel foglalkozik, hogy köszönjük nagyon szépen, és több ilyet kérünk szépen. Színész polgármester úr, a szó legnemesebb értelmében. Köszönöm szépen. Nem utasítom vissza, mert többször elhangzott, és tőled úgy hangzik el, hogy elfogadható azzal együtt, hogy nem, nem vagyok, tehát versmondó Értem. embernek valóban ez bevállalom, és Ezután is szeretnék még többet megtanulni, meg elmondani a magam, meg esetleg, hogyha más szereti, de igen. Aki, aki nem eleve úgy nézi, az általában pozitívan viszonyul hozzá, de mást is erre biztatok. Olvasson, interiorizáljon, tegye a belső részévé egy verset, is, és, és mondja el. Miért nem mondja el? Én nagyon szeretem, nagyon tisztem azokat az embereket, akik elő állni, és verset mondani. Most uh, voltak aki azt mondta, hogy uh, ahelyett, hogy végezni a polgármesteri uh, munkámat, ahelyett verset szavalok, vagy pedig tanulok. És ezt szeretném tisztázni, nem. Tehát mindenkinek van egy munkája, és nincs olyan ember, akinek a munka összeér a következő munkájával. Van egy szabadidő. Ajta. van, aki elmegy az Olaszka meccsre. Van, aki elmegy horgászni. A másik biliárdozik, a harmadik pénzbolozik, a negyedik színházba megy, az ötödik, stb. stb. Én olyankor szívesen tanulok egy verset. Tehát gyakorlatilag ez nekem szabadidős tevékenység, és összekötöm egy másikkal, amit szintén szabadidősen végzek, tehát valaki mondom, focizik, másik teniszezik, én mezőgazdasággal szoktam foglalkozni, és általában ott tanulom meg a traktorba a verset. Hiszen kikeresem ja, telefonon. Nagyon meg lassan a megy a traktor, nincs közben. forgalom, tehát magától is megy. Lehet tanulgatni, tehát általában az összes, a legtöbb verset a traktorban mezei közben. Én nem hiszem, meg. Te János, ne haragudj, hogy megengedek ilyet magamnak, de esküszöm, nem hiszem, hogy bárki előtt az életben neked szabadkoznod kellene azon, vagy a véget, hogy mikor és hol tanulsz meg egy verset. Ez így még költői képnek is nagyon idilli. Naplemente Szántás Eke, polgármester úr a traktorban, és verset. Tehát nem a polgármester munka. Helyet, hanem mellett. Igen, igen, de mondom, szerintem nem kell ezért te senkinek magyarázattal szolgálja. Jó, de ez elfogadom. fúj személyes nem vélemény. hogy úgy, nem engedd el az és ilyen mi, nem nézek akkor most, oda most nem nézel oda, de én közben azért óvatos kis felvezetőgyanánt összekötöm a szálainkat, mert ha irodalom részben már te is említetted, hogy ugye édesanyád könyvtáros volt, úgyhogy igen. én itt ragadnám meg a lehetőséget, visszanézhetsz most már, hogy egy picit visszatereljük a beszélgetésünket a korai gyerekkorhoz, és túl azon, hogy édesanyád, könyvtáros volt. Én, ha jól értesültem, neked nagyon erős kötődéseid vannak a nagyszülőkhöz is. Mondhatni, ők ők neveltek. Úgyhogy a kezemben lévő tárgy az egy <laughs> közös fotó a nagyszülőkkel. <laughs> Igen. Ezt így meg fogjuk mutatni. Ide teszem a pohárkához, hogy a kamera is lássa. Drága jó nagyszülők. Illetve van itt még egy másik fotó, amit csak azért, hogy egy kalap alatt tudjam elővenni a képeket. Itt, itt magyarázatot fogok követelni, mert elmondom, mit látunk. Talán egy jogar van polgármester úr kezében, gyönyörű szép koronával, és nagyon kíváncsi vagyok, igen. hogy itt mi történt. Hát az még Jánoska volt, nem polgármester úr. De az elmondom, hogy mi történt, igen. Mert hogy egyébként a hátán valami vargyasi verseny van Bizonyos talán van. emlegetve a fotónak. Így van, mondom is. Tehát 87-ben azt jelenti, 14 éves voltam, 8 konkrétan, és Nagy Sándorné Rózsika néni volt magyar irodalom tanárnő baróton. És ő szervezett egy közeti versenyt, irodalommal, irodalmi ismeretekkel kapcsolatos vetékedő, de voltak természettudományi vonzatai is, és uh, annak a végén, a versenynek a végén a győztes lett a pünkösdi király. Úgyhogy én itt pünkösdi király vagyok, és ezt a koronát és ezt a jogart, ezt uh, Nagy Rózsika néni Lánya készítette, ha jól tudom, ez volt a díj. Jaj, Na, én voltam Jaj, a legügyesebb azon a vetélkedőn, Vargyason volt, a Vargyasi uh -huh. Kultúrothontban volt, nézőközönség a, a nézőtéren, a versenyzők a színpadon, megnyertem azt a vetélkedőt, Pünköszi Királytám és akkor elkészült ez a fotó Nagyon-nagyon passzántos. Azt kell, hogy mondjam, amit ennyit beszéltünk, versmondásról, meg egyáltalán kiállásról, vagy hogy közösségi média, meg videó, meg babánféle. jól állt már akkor ezek szerint gyerekként is ez a pózolós történet. Nagyszülők. Nekem még egy keveset. Illetve egy picit arról igen, hogy, hogy mit is jelent ez, hogy mintha ők neveltek volna, vagy hogy mennyire volt szoros ez a viszony. Mit hoztak adtak a te életedbe. Ö, az, úgy onnan kezdődik a történet, hogy abban a korban, amikor én születtem, akkor a szülési szabadság a 115 igen, nap volt. Rövidke. És akkor a nők választották, hogy akkor vagy kimaradtak a munkából, sok ilyen történt, vagy pedig akkor visszamentek, és akkor valaki gondozta. Na most a nagyszüleim abban a korban voltak, hogy már nyugdíj előtt volt nagymamám, ugye hát akkor uh -huh. sokkal korábban mentek nyugdíjba, Először. és még volt egy pestonka Bánkő Terészká, aki neki kisegítője volt, üzletesek voltak, boltosok voltak a kisbacomba, és akkor gyakorlatilag édesanyám, amikor három hónapos voltam, visszament dolgozni, a könyvtárba, barótra, és akkor engem nagymamám, meg Terézke a Pestonka nevelt gyakorlatilag. És mivel hát ők neveltek, akkor az óvodát is Kisbaconban, az iskolát is Kisbaconban kezdtem el, tehát tőlük mentem iskolába, óvodába, ők mittek, uh -huh. nyolc éves koromig, ami azt jelentette, hogy gyakorlatilag csak szombat éjszaka aludtam a szülőkkel, voltam otthon, hiszen szombat az ugye munkanak volt, szombat délután, amikor hazajöttek, akkor nagymamámék elvittek édesanyámékhoz, akkor ott voltam, akkor éjjel ott aludtam, vacsoráztam, másnap délbe viszont, délután mentem is vissza nagymamámék, akik amúgy 150 méterrel laknak Ó, oh, hát igen, ez azért nem, falu helyt nem távolsághoz. Nem, ez, ez igen, igen, igen. se volt az. De onnan mentem óvodába, iskolába, az első két osztályt jártam Baróton, és egy az, Kisbaconban aztán harmadiktól tíz éven keresztül Baróti iskolának voltam a, a tanulója. És valóban ez a korai idő, ez nagyon összefűzött velük, és még azt is elmondom, hogy főleg nagyapámot szerettem, aki szerencsére sokat élt, 87 éves koráig velünk volt, 2005-ig, és hát egy nagyon-nagyon jó ember volt. Valamikori frontharcos, három és fél évet volt hadifogói, mindig, amikor a fiataloknak mondom, akik panaszkodnak, hogy nehéz az élet, akkor azt mondom, hogy gondoljátok meg nagyapámat, aki a 20. és a 30. életével közé esélyt tíz évből nyolcat vagy katona volt, vagy háborúba, vagy hadifogoly. És nem rinyált. És nem rinyált. És amikor hazajött a hadifogoly akkor 41 kilós volt, de ennek ellenére 87 évet élt, és nagyon sokat tanultam tőle, tehát nem csak tárgyi tudást. Tehát például ő tanított meg engem húszig elszámolni, oroszul és németül. hát a hadifogoly fog, táborba ő azelőtt nem tudott Uh, semmilyen nyelvet, románul is alig uh -huh. rajován volt uh, román huszár, viszont uh, a hadifogói táborban megtanult románul, németül és oroszul valamilyen alapszinten, és akkor engem unokaként, hát én még óvodás voltam, és én húszig elszámoltam oroszul meg németül. De az, az összes el. kalapok, hát az nagy szem lehetett. És ő lehet. volt az, aki azt mondta, hogy az ember mindig legyen egy kicsit nagyvonalú. Jaj, de. Ami úgy nyilvánult meg az idős korában, hogy ült a kocsmába, és ahány ember bejött, mindenkinek fizetette sört. De azon kívül is nagy vonalú volt, és én is az vagyok, és a családom néha azt is mondja, hogy túlságosan, és ez amúgy sok esetben politikai értelemben is van, hogy most kell visszavágni. És mondom, hogy nem. Tehát legyünk nagy vonalak, legyen az ember meggyőződve, hogy neki van igaza, és általában az ilyen a helyzetekben a szélesebb közönség aztán helyre teszi a dolgot. Jó, jön egyébként politikai életben, közszereplésben, egy mind vagy városvezetésben az, hogyha az ember ilyen gyökereket tud maga mögött? Vagy ilyen neveltetést, vagy ilyen gondolkodást? Mindenképpen egy nagyon biztonságos környezetben nőttem fel. A biztonságra a veszélyt az jelentette, hogy mindig szökött a kakas a hátsó dvaron, <laughs> és mivel nagyanyáméknak is, meg az egész falunak volt lud, liba, ö, csorda vagy nyáj, hát a száz méterre van az iskola még házától. De sokszor kerültünk háromszázat, hogy ne a gát mentén jöjjünk, mert a gyerekkoromban 150, 150 liba volt egész nyáron, és hát a Gunnar az megszívta gyerek. <laughs> nagyon igen. igen. ez az én gyerekkoromban is meg. Én volt, hogy haza nem mertem menni, mert mindig a kapunk előtt legeltettek. Ez a két Tettek? bizonytalan faktor volt a hogy rám szökik -e a hátsó mm. udvaron, vagy a, a ganci megszípi a gát utcában. Na, Amúgy ugye. teljesen biztonságos környezetben nőttem fel, érzelmi biztonságot is beleértve. És arról nem beszélve, hogy szerintem valahol akkor ennek a biztonságnak is köszönhető, hogy, hogy egy ilyen nagyon, vagy legalábbis egy külső Szemmel nézve, fülle hallgatva, egy ilyen nagyon stabil, nagyon szeretetteljes gyerekkorod volt itt. Hogyha a nagy tatádat külön kiemelted, én rákérdeznék Jós Katata, jól mondom, Józsi Katata? Jós hmm. <laughs> Honnan került elő? Tehát te detektív munkát végeztek az elmúlt időben. Igen, igen, hát így igen. is jó, mert az hiszem egyébként, és az életed mondom igazolja, és remélem, hogy ezt mind el tudjuk ma este mesélni a Pertun nézőknek, hallgatóknak, is, hogy a legjobb történeteket az életére is. Ha jól Biztos. értettem, akkor Jós Katata is egy ilyen meghatározó szerep vet kapott a te életedbe, illetve hallottam még egy ilyen érdekességet, hogy te a korfirmáló pénzedből kasszálógépet vettél, vagy mit vettél, vagy nem kaszálógépet, juhokat vettél, mit vettél? <laughs> Elmondom. Na gyere. Tehát kezdem, 18 keresztapám volt, de ő volt a fő keresztapám. Rokon is, uh -huh. két oldalról is, tehát a felesége, édesanyámnak a nagynénje, és a jóskatata Tata édesapámnak a másik voltást véretet törő, vég... szegrő, végrő rokonok voltunk, és ő volt a fő keresztapám, és ő ő mezőgazdasággal foglalkozott, konkrétan a Botfalusi cukorgyár erdővidéki kirendeltségét vezette, és folyamatosan ő is gazdálkodott, kollektív időben is. Összealkotott egy csapatot, amiben volt nagyapám, volt egy-két ilyen fiatal, mint én, voltak idősebb nénik, és gyakorlatilag mi tavasztól őszik az egész nyári vakációban, kaszáltunk, forgattunk, takartunk, szénát, sárút csináltunk, és ez nekem nagyon tetszett. Neki volt lova, uh -huh. óriási dolog, a szellő, egy gyönyörű, szép, sárga, herét ló. Azzal voltam, a az szellővel voltam többször születi bálban, csősz, meg csőszbíró, és nagyon jól futott, tehát a versenyeket általában megnyertem vele. És Jóska bátyámban lehetett gazdálkodni. Tehát uh -huh. neki a beszédében, a foglalkozásában, a mondani valójában benne volt. Ő tett legelőször lóhátára, ő engedte el először a kantárt, hogy akkor... Hát a Szabadon. Kicsi próbálja meg aróba, a kicsi buszát. Igen. igen, de jó. Ő adott először Kárpátina MP-kaszálógépet a kezembe, aztán nagyapám vette volt ajándékba a kaszálógépet, én viszont abból a munkából, amit vele végeztem, én 1988-ban vettem öt juhot száraz ajtáról. Na Nagy járj, meg ez akkor nem a konfirmáló pénz, nem. hanem ez, amit a kollektívben A hát kollektívben Aha. dolgoztam. Tehát hatodikos korom óta minden egyes nyáron dolgoztam a kollektív gazdaságban. Volt, amikor magánál a kollektív, volt, amikor Jóska bátyámon keresztül viszont folyamatosan egész, amíg a kollektív felbomlott, én nagyon szerettem. Én, amikor bementem, felmentem a kollektívre, és ott, ott volt a Mázsaházba, a Gazi bácsi, akkor ott voltak a tehénpajta, a növendékpajta, a lóistálló, a kaszalók. Hát annál csodatos helyet én nem tudtam elképzelni. Amúgy mindig csodálkoztam, hogy miért nem mentem a grármérnöknek? Mert hogy annyira szerettem a mezőgazdaságot. De elméletileg ez is volt ez az, az irány, ami talán érdekelt az eleje fejlő. Hogy, hogy lett ebből irodalom? Meg egyáltalán Kolozsvár, meg Bábes Úgy lett, hogy én erdőszmérnöknek készültem, uh -huh. 8. koromtól. Az, előtt... az egy ilyen konkrét kitűzött cél volt az erdészmérnök, igen, dolog? Igen, tehát uh -huh. a legelső életpályám az tengeri akart lenni, a második buldózeristas, a harmadik erdészmérnök. Most az erdészmérnök mellett kitartottam 8. koromtól 12 -ig. És ez akkor történt, amikor az utolsó évharmad előtti húsvéti vakációban jártam felkészítőre, biológia felkészítőre és matek felkészítőre. Ez a kettő volt az érettségi tantárgy. És ez hát már április, két hónap múlva kellett felvételezni. És akkor elmentem a matek felkészítőre, és a matek tanára, aki a felkészítőt tartotta, hát két sör után volt, és őszinte volt. És azt uh -huh. mondta, hogy te János, az a gond, hogy te meg tudod oldani a matek feladatot, de te nem vagy matek fáj. Mert nézd meg például Zelmát, egy osztálytársnőm, most tanítom, mm. ő ránéz a feladatra, és látja benne a képletet. Te nem látod. Te le kell írt, le kell rajzolt, ki kell Szorgalommal kell pótolni. Igen, is és meg te tudod hetség. oldani, de mm. nem arra az időre, nem az a gyorsasággal, nem biztos, hogy te erdészmérnökkel legyél, azért, hogy a matek a felvétel. Mm -hmm. Úgy akkor még komoly feltételek nem olyanok voltak, mint most. Tehát nem lehet összehasonlítani. Most az ember feliratkozik sok helyre, felveszik egyszerre, öt helyre, és aztán kell válaszolni, hogy mit Juskála nem jóban, igen. igen. Na, akkor nagyon kemény felvételik voltak, és én hazamentem, és azt mondtam a szüleimnek akkor este, hogy igazon a tanár úrnak, és nem megyek erdészmérnökére. És akkor mindenki kétségbe esett, hogy ha, mi lesz veled? Hát évek óta oda készülsz. És azt mondta, nem tudom, de egy-két napon belül eldöntöm. És akkor eszembe jutott egy-két napon belül, hogy én igazából én mivel vagyok jó. És magyar mm -hmm. irodalomból, hatodikos korom óta részt vettem, például itt Szentgyörgyön volt tartva téli-nyári tábor. A nyári kommandón, a régi pus, a puskásban volt a téli tábor. Ezek egy-egy hetes táborok. Irodalmi táborok? Tábor. Mindegyikbe ott voltam, télen-nyáron, és akkor rájöttem, hogy én valamit jól csináltam, van egy kötek diplomám belőle, hogy különböző versenyeken ilyen meg olyan eredményeket elírtem, és én közben egy másik irány felé megyek, ahon, amelynek az egyik szaktanárja elmondja, hogy nem az én alkatomhoz van szabva. Lehet minden jel, égi jel arra utal, vagy én... konkrét jel is, hogy ne? ne. nagyjából 48 óra eltöntöttem, és onnantól készültem a magyar ö, tanári pályára. Most ez egy, a tanárság az nem vonzott igazából, ö, nem is vagyok gyakorló tanár, de maga az irodalom, a nyelvészet az nagyon is vonzott. És akkor felkészültem, felvételiztem, elvégeztem az öt éves egyetemet, uh -huh. Rájön meg egy gondolatig, hogy kajtassak egy kicsit a doboz Mert ha, ha vagy. Igen, igen, igen elő, nem gondoltam. Ha volna. egyetemi nem évek, évek akkor, akkor egyrészt, de még fogok elővenni mindjárt valamit, de mindenek előtt az egyik dolgozatodat hoztam el az egyetemi évekre, egy 95-ös, állítólag saját kezüleg begépelt dolgozat, még, még írógépes változatból, és egyszerűen mind azért izgalmas számomra ez a dolgozat, mert kicsit arra... Tesz egyfajta utalást, hogy bár te elmentél magyar nyelv és irodalom, illetve néprajz szakra, egész pontosan ugye a Bábesre, de kicsit mindig, mintha ott maradt volna, odahaza a földön, a Szántóban, az erdőben a lelked, akkor csak nem szakadt meg ez a, ez, ez a szál, nem vált teljesen nem, ketté. Nem. Tehát fizikailag Kolozsváron voltam, de gyakorlatilag, hogy mondjam, tehát nem azt mondom, hogy nekem folyamatosan homvágyon volt, de tudtam, hogy nekem nem ott van a helyem. Mm -hmm. Az öt évet azt elvégzem, és akkor utána mindenképpen Erdővidékre haza akartam jönni. Erdővidék Székelyföld, ez, ez teljesen nyilvánvaló volt az első ott tartózkodás napjától is. Igen, és akkor beszéltünk ugye, hogy magyar nyelv és irodalom, ez volt a főszak. Akkor, akkoriban úgy volt, hogy nem volt monoszak, tehát kellett valamilyen nyelv melléje, uh -huh. Ez általában, tehát ugye mindenfajta nyelvek voltak, de 90-ben Pintek János tanár úr létrehozta a néprajz mellékszakot. És oda fiatal tanárokat toborzott, és akkor nagy lendülettel, mint hogy minden születésnél ugye nagy a lendület, neki fogtak népről szakra diákokat toborozni. És akkor a mi folyamunkon is voltunk 11-en, és nagyon intenzív diák éltünk. Most ezt tudományos szempontból, nem a buli szempontból mondom, az uh -huh. is, nem most az arra mondom. Hiszen volt. ezek a tanárok egyrészt ők is fiatalok voltak, nemrég hagyták el az iskolapadját, és az új lehetőségekre, ami a 91-ben, 92-ben, meg a 90-es évek elején megnyílt, nagyon fogékonyak voltak, hát akkor indultak el az Erasmus-meg a Tempusz programok. Például másodéven a Népráj szak révén én is hat hónapot voltam Tempuszos Vendégdiák Rómába. Van valamit? valami. Ne lőjük le, mert ha már irodalom és Roma és egyetem és minden más, akkor egy jóféle eredeti olasz kiadásban hoztam el neked a Rózsa nevét, amit állítólag ott Rómában vásároltál Így meg, van. Ugye? és nem csak ezt az egyet, hanem két nagy bőrönd olasz könyvvel jöttem haza, mai napig szeretem őket. Habár nyilván, hogy 30 év alatt megkopotta az olasz nyelv tudásom, de ö, nagyon könnyen fel tudom frissíteni. Tavaly voltunk egy Lagziba Veronában, és hát megdöbbentem magamon, hogy hű, mennyi mindent értek még. Azt de jó, de hát egyébként az Igen. olasz kapcsán amúgy is mondják azok, akik nem tudom, jó ismerősök, kedves ismerősök dolgoznak, gyakrabban járnak ki, hogy a román hasonlóság jelent. véget nagyon Rengeteget sokat jelent. lehet Rengeteget megérteni jelent. laikusként is. Na de, no, de romáról akkor gyere egy kalap alatt így az egyetemi évekig is alatt, mesélj egy keveset, hogy például látod ez az áthallgatás vagy kintanulás, ez milyen tanulságot, tapasztalatot hozott neked? egyszer, mint az érdekelne, hogy például ahhoz képest, ha említed itt Kolozsvár kapcsán ezt a nagy új világgal kapcsolatos vagy összefüggésbe hozható lendületet, tenni akarást, hogy kinyílnak a kapuk, ehhez képest belekóstolni egy jóval nyugatibb, egy olasz egyetemi hangulatba azt akkor te hogy élted meg? Fantasztikus volt. Ugye? És római tapasztalataimból kettőt mondanék. Az egyik magamra vonatkozik, a másik pedig Rómára és arra az egyetemre. Ja. De előre bocsátom, hogy 2005-2006-ban, abban az egyetemi évben tartottam egy kurzust a Szapienci Egyetemen Csíkszeredában. Összehasonlító mezőgazdaság címmel amikor végvettünk mindenfajta modellt amerikaitól, a vietnámi modellig, stb. És akkor mondtam a diákoknak, hogy én másodszor vagyok a bölcsesség egyetemen, mert hogy a római egyetemet úgy hívják, hogy la sapienza. Jaj, de jó! Na ezt <laughs> nem tudtam, én ez először nem a, a sapiencia egyetemen Rómában diák uh -huh. voltam, aztán tanítottam húsz uh, évvel később uh, Csíkszeredában a másik sapiencia egyetemen. És uh, amit uh, Rómából Magammal hozok. Az első az, hogy arra jöttem rá az ottani hat hónap alatt, hogy csodálatos a magyar nyelv. Ugyanis én öt román kollégával voltam kint. Három kolosvári és két nagybányai uh -huh. kislány volt, és együtt éltünk egy ottani apartmanban. Plusz még két katalán sráccal. Tehát első nemzetközi volt hat hónapig. Tehát nem bentlakás vagy ilyesmi, hanem egy magán apartmanban. És akkor tanultuk egymásnak a nyelvét, és az volt benne, hogy igazából ott tanultam meg románul, Rómába. Egy, kettő, ott tanultam meg olaszul. És mivel románok voltak a szobatársak, meg katalán, meg hát az egyetemen, meg az utcán, meg mindenütt magyarul beszélgettünk, vagy bocsánat, olaszul Olasz. beszélgettünk, az magyar nyelvet gyakorlatilag úgy hónapokra kitettem az életemből. Ugye nem telefonáltunk, nem volt internet, Igen. nem volt közösségi művédő. Fekvén nem volt, volt ahol és a miért havonta Írtunk egy levelet, én egyet haza, édesanyámiknak, sőt, havonta írtak egyet vissza. Tehát a magyar nyelv abban a hat hónapban alig volt az életemben benne. És akkor véget értek a kurzusok, és kezdődött a forró római nyár, 40 uh -huh. fokos melegekkel, amikor már sokkal lazább volt, tehát még ott voltunk, élveztük, hát metróval jártunk a tengerpartra. Az és ő. egyszer csak eszembe jutott, hogy Pozsony Ferenc tanár úr küldött a Kriza János Néprajzi Társaság első évkönyvéből két példányt, hogy azt adjam oda az egyetem könyvtárának, hogy ott legyen. Majd, ha 200 év múlva egy vendégdiák oda megy, akkor lássa, hogy a 2000-es, vagy a, a 20. század végén egy kiadvány ott a, a könyvtárba. És kinyitottam, és elkezdtem olvasni. Balázs Lajos, csíkszervdányi kutatónak tanárnak volt egy tanulmánya a kortárs találkozókról, tehát ilyen 40-50 évesek És <laughs> ott voltam, és sírtam az ágyon. Olyan gyönyörű volt az, én öt hónapja nem beszéltem magyarul. És olyan gyönyörű volt az az írás, hogy hasaltam az ágyon, és sírtam aztán elolvastam, beadtam a könyvtárba természetesen, hazajöttem, és a szüleimmel és az első nap nehezen beszéltem, tehát nem találtam a szavakat. Ugye? Meg a hangsúly uh -huh. más volt. De aztán gyorsan, gyorsan belejöttem. Tehát ez volt az egyik élményem, hogy csodálatos a magyar nyelv. És ezt akkor tudtam meg, amikor öt hónapig nem beszéltem. A másik a az egyetem. Az egyetemet úgy képzelte, hogy két világháború között építették, és az egyetemre, hogy bemegyünk, mi minden intézményben itt is, jobb kész felé van egy portás fülke. De mi van bal kész felül? Az első balkésző, az első épület egy bölcsőde és óvoda. Megy már. Az egyetem. Jó, de zseniális. Jó. És, és ezt, akkor ezt már ott akkor tudták, hogy így kellene a következő generáció tanítani. Huszolóni idejébe tani, tani. építették Nagyon ezt az jó. egyetemet. Jó. És az első bölcsőde és óvoda, tehát akik mentek, uh, diákok. Tanulni. Tanulni, Igen. és házasok voltak. Nagyon azok jó. bementek, a kapusnál igazolták magukat, és letették a gyereket az óviba. És mi volt a második épület? Kitalálod-e? Nem. Egy Most templom. Jaj, még jobb. Hát hihetetlen. Egy alakú templom, amúgy meg lehet nézni a Google térképen, meg bárhol. Egy alakú ökumenikus templom, hát nyilván Rómában vagyunk, hát katolikus akcentussal, és akkor gyakorlatilag úgy történt, hogy a diákoknak az a része, aki mondjuk házas volt, bementek, igazolták a kapusszobába magukat, betették a gyereket, az oviba, elbúcsúztak, bementek a templomba, egyet imádkoztak, és mentek a kurzusokra. És ez annyira megtetszett nekem, hogy szerintem most ugye a vallásoktatással szemben is rengeteg ellenézés van a közoktatásban, de én minden iskolában egy minimum egy kápornát létrehoznék, hogy az ne menjen messze az ember életétől. Mm. Ne legyen külön, hogy van egy iskolas templom, és is, csak reményik versébe hozzuk össze a kettőt. Na igen. Jó ez a Róma, mennyi mindent az asztalra tesz terítik, Gyanánt. Figyelet. Minden út Rómába Olyan. vezet, nem? De hát nem világváros. Az, a de jó. az Isten földi heltartója is ott van. Hát Róma. Amúgy Vatikán is csodálatos, és Rómát bejárni meg. Gondolom, azért turistáskodtál, és nyugtass De, meg egy hát egy kicsit, természetesen. Hát Tehát Róma, meg Róma környékén, ami belefért. Um, gondolkodom, hogy nyúljak el dobozóhoz, vagy egyetem egyszer egy picit engedlek téged mesélni, jó? Lássuk, hogy um, próbáljuk meg összefoglalni nagyon röviden, hogy mi történt veled az egyetemi évek után. Kolozsvárról, ha jól tudom, akkor egyenest hazavezetett az utat Kisbaconba? Igen. Akkor jól tudom. Ott mihez kezdtél, tudom, mihez kezdtél, hát itt a tárgy, amit az előbb ki akartam venni, már csak igazolandó, hogy egyszer tényleg voltál pedagógus, Jó. még hogyha előszeretettel próbálod is nem tagadni, de elhallgatni, ez talán pont az a papíros, ami ezt hivatalosan is igazolja. Hányas keltezésnél jár. Nyilván járunk? nem tagadom. 1997. május 5-e. Igen. Na, no, de ha jól tudom, akkor ezt viszont a volt. te oktatási karriered, vagy pedagógusi karriered, az meg lett szakítva a katonaság igen. által, és voltál annyira szerencsés, hogy ö, talán itt Se Sebsi Szentgyörgyön töltötted a legtöbb időt katonai esztendőid, vagy milyen ezt a hónapjaid alatt, hát nem katonai volt ez szolgálat. egy... szolgálat. Ezt így nevezett, igen, -e de hát ez ezek edd, katonai de csak ilyen hónapocskák voltak, nem? hat, hat hónap volt. <laughs> Ennyi jutott, ez a terményre csökkentett csökkentett Azért, Kérdönös. mert egyetemista voltál, igen, ugye? Igen, igen. Uh -huh. És akkor itt szeggyörgyöm, mi történt a katonaság égészen? Uh, még egy pillanatra visszamegyek. Ezt is elővetted, hogy ugye volt a főszak a magyar irodalom és nyelv, és a mellékszak a néprajz. Uh -huh. És uh, azt mondhatom, hogy többségében a néprajzzal foglalkoztam akkor, az egyetemi évek alatt. És uh, a néprajzos... Uh, mindenfajta munkámnak, tanulmánynak, államvizsgadolgozatomnak is a célja, az mindig székelyfődi, vagy erdővidéki mezőgazdaság, erdőgazdaság volt. Igen, ez amit Ezeket mondtuk, hogy a szálak sose váltak szét fogni, teljesen. És hogy mindig is haza akartam jönni. Például az dolgozatomban van egy olyan mondat, hogy a további életemet az A4-es formátumnál nagyobb mezőkön képzelem el. Jaj, és jaj, akkor jaj, jaj. Ez benne is volt, hogy hazavik és gazdálkodók, úgy, ahogy az őseim, az elmúlt, hát úgy 1460-tól tudjuk, olyan 600 éve ismerjük a, a családfánk történetét, és hát ahogy az elmúlt 600 évben, én is kisbaconban szépen gazdálkodgatok. Na, de mivel elvégeztem az egyetemet, hát ezért... Ö, kellett valamit kezdjek magammal, és tudtam, hogy akarok lenni katona. Tehát az én korosztályomból az emberek inkább arra gyúrtak, hogy ne legyenek katona. Ezért is csúszik fel a szemöldököm, hogy te ezt konkrétan szeretted volna? Akartad, hogy katona Egy huszár viseljelni? nevű ember ja, igen, nem teheti ja, bocsánat. meg, hogy ne legyen katona. Bocsánat, Engem, tehát igen. amikor ott van, hogy le van írva, hogy a francia háborúban, a 48-as forradalomban, első-második világháborúban, világháborúban majdnem minden ősöm ott volt, Szerencsére kevesen estek el, de harcoltak, sebet szereztek, kórházba kerültek, megmenekültek, hadifoglyok voltak, hogyha én nem akarok katona lenni, apám is három évet volt katona. Hát én hajztam, hat hónapot nem akarok katona lenni, akkor én nem tudtam volna szembenézni magammal. Akkor már az az idő volt, amikor soroztak, hogy lehetett választani, hogy télen katona, vagy nyáron legyén katona. Milyen Na most én a telet is. javasoltam magamnak, mert hogy ugye nyáron színát kell csinálni, és akkor nem lehet. Régen Jobb is, lehet tudni a téli időszakban. Régen is baj volt. ha gyáratokat ugye nyáron szervezték, és akkor a nők nőkkel megcsinálják a színát. Oh, Úgyhogy télen voltam katona, meg hogy tudtam, hogy az komoly fizikai megterhelés, és én nem szeretem a meleget szénának jó, de nekem nem, és akkor tényleg voltam egy hat hónapot katona. Úgyhogy neki fogtam a tanításnak, két hét múlva elmentem katonának, meg volt a hat hónap, Vidombákra vonultam be, viszont harmadnap áthoztak Szentgyőrre egy kevés időre. Mm -hmm. És akkor a kevés időből hat hónap lett, annyi, hogy abból még visszamentünk Vidombákra. Összecsomagolni vagy? Nem. <laughs> két hetet. <laughs> Jaj. Ugyanis f, akkor Statiszta voltam, színész nem, de statiszta voltam, mert akkor az Ernyest is Szorosban akkor forgatta Sergio Nicolaescu a Möröst, Möröst, Estóly, Túz, Tringul, Morci című filmet, és a mi kompániánk volt a statiszta. Oh, az egyik hey, nap man. német katonák voltunk, másik nap román katonák voltunk, kivégeztünk egy áruló árulótisztet, meg uh, mindenféle... Végeztünk, tehát statiszta voltam. Olyan elegánsan puhított, hogy nem igen. színész voltam, nem ha nem statiszta, de, de látod, hogy összeszaladnak a szállat. Igen, hát valóban. de nagyon jó, akkor te megértél egy ilyen rendes, nagy filmes forgatós élményt, helyzetet? Igen. Ó, az valami zseniális lehetett. Hát a zsenialitás nem tudom mi, hogy mi volt benne pontosan, de annyit tudok, hogy mivel tél volt, egy téli mm. időszak volt, a legtöbbet várni kellett. Jaj. Tehát reggel, ugye 7 órakor van a katonáiknál, a reggeli kimentünk oda, és ön is volt, hogy délután kettőig nem történt semmi. És akkor volt egy forgatás, egy 20 perc, felvettük még egyszer, és mit s ott haza? Mit csináljatok? Tehát konkrétan egy, egy árulóról szólt az a részlet. Ugye ez egy, uh -huh. ez egy nagy, talán két és fél órás film, és azonosítottam is magamat, hogy ott abban a csapatban voltam. Igen, tehát egy, áruló, egy árulást kellett leleplezni, így gyakorlatilag őrséget álltunk, uh -huh. és akkor közöttünk állt, mint egy áruló, akit aztán elfogtak, és akkor kivégeztek. Na, ennyi volt az egész. Persze autók mentek, tehát ö, ilyen ö, mostani áróból átalakított első világháborús kasznikat hegesztettek rá. Messziről úgy nézett ki, mint egy autó, ha megnézted közelről, tehát akkor volt egy hét alatt hegesztették így. össze az összes. Tehát, igen, igen, de igen, messziről igen. úgy nézett ki, meg ö, nyilván voltak főtisztek, és... Ö, Hát a színészeknek még nehezebb volt. Szegény, akit kivégeztünk, amire kivégeztük, az arra úgy meghűlt, hogy utána a kórházba Jó, került. Szépen. Mert hajdonfőt kellett álljon a hidegbe, ami többszörösen is uh, sikerült a kivégzés, úgyhogy a szegény színész aztán uh, kórházba került. Na, te nem, mert mondod, és egyébként igen, ezt én is hallottam, öltözben. hogy egyébként, hogy jobban szereted a hideget, mint a meleget, Sokkal. sőt, bírod is nagyon a hideget, állítólag télen is így feltűrt ingújba lazán el, vagy Verszé. mi nem, ez, nem ez nem a meleg iránti ellenszem, vagy hogy nem, nem, vagyok embert, egy nem... mediterrán alkot. Hát, de mert... Vagy ez csak nem ennyi kész, melegyet, Már csak azért, mert mondod, és A hideget szeretem, igen. igen. A havat, a, tehát ö... Kemény, kemény, Zsimont Bárónak is a könyve hogy szerettem a setétet és a szézugást. Ezek férfiasabb dolgok. Az, hogy elmenjek én egy langyos vízű akvaparkba, és ott áztassam az öreg csontjaimat, az nem, az nem nekem való. Igen, ez hallottam, hogy élni. nyaralni se nagyon, meg utazgatni Na. se nagyon. Apropó, mert hogy mikor tanulja... mikor tanulja a verset, ugye egyrészt a polgármester úr, a számonkérés, másrészt, hogy a mindenemű mezei munkák, ugye, ami lekötött hosszú időt de keresztül god az gondolom, meg, hogy egy akvaparkban lehetne mobiltelefonról verset tanulni, nem. Belásik a vízbe, is vége van. Hát, ha csak nem vízálló volt. <laughs> vagy még mindig ott van a jó öreg kinyomtatott, vagy megépelt változat. Nem akarlak én meg, én se vagyok nagy akvap Parkos, csak valamiért lévén, hogy mezőgazdaság, hogy állatokkal foglalkoztál, ugye foglalkozol még úgy, ahogy részlegesen most is, az ember arra gondolná, hát a legtöbb munka nyáron van, a legtöbb időt azért kint a szabadban velük, a legtöbb munkafolyamat konkrétan az inkább a meleg hónapokhoz kötődik, akármilyen munkáról van szó a, a földeken. Ja, Ehhez képest... El kell el kell végezni, de hát ehhez képest akkor neked mégiscsak a téli hónapok, meg a jó hideg. Van-e val -e valami más az életedben, amit mondjuk ennyire határozottan konkrétan ki tudsz jelenteni, mint a tél-meleg kérdéskör kapcsán, hogy igen és nem, vagy nem és igen? Hát most nem tudom, hát azért nem feltétlenül ilyen dihotomiak szerint élem az életemet, de például nem szeretem a szabadságot. Utoljára 2007-ben voltam. Jaj, az olyan szabadságot, amit kiveszel a munkahelyről. Nem jó. jó, jó. Hirtelen és, a másik És szabadság képzeld el, hogy 2005-ben még a tengeren is voltunk tíz napot, de a harmadik nap után nagyon nehéz volt elviselni. Úgyhogy nem is mentem azóta a tengerre csak két-három napra akkor... A hát, tíz nap az a szenvedés. Én, akik ott ülnek egész nyáron, én nagyon-nagyon nagy részvétel vagyok irántuk. Gyönyörű barnára lebarnulnak, kiolvasnak Igen. legalább tizenkét kötetet, hát De azt máshol kihennek. is ki lehet olvasni, nem feltétlenül a homokban. Persze, nem fogunk ezen biztos összeveszni. Én ott szeretek a leginkább olvasni, bevallom derekas, amikor hallom a hullámverés hangját, meg egyáltalán a csivitelést ott magam körül, akkor lehet a legjobban az én életemben elmerülni könyvekben. De, de ez is érdekes, mert akkor ezt úgy képzeljük el, akár, a közelmúlt vagy múltra való tekintete, de akár a jelenedre vonatkozóan is, hogy te nem jársz szabadságra, te nem utazol, te, te mit csinálsz? Akkor folyamatosan itthon vagy, végzed a dolgod, egyszer mint oda akarok kiukadni, hogy túl hogy tudom, hogy nagy lokálpatrióta vagy, de egy kicsi munkaalkoholizmus is kerül vajon a történetben. Tehát, hogy lehet itt munkafüggőségről is beszélni? Sima. Legalábbis a családom mindig ezzel vádol, és én még nem tudtam tisztázni magamat ez a <coughs> Most itt bere egy picit az egyik fogalomba, amit használtál szóba, egész pontosan itt a család, mert a család, akkor egy kicsit tereljük, igen, abba az irányba is a beszélgetést, hogy hazajöttél Kolozsvárról, és ha jól tudom, akkor ugye már kedves feleségedet, akkor már ismerted. Igen. Most már idén 30 de együtt vagytok, 26 igen. éve házasok talán? 28. 28? Igen. De gyönyörű, szép családot sikerült neked összehozni, az a lényeg. Alapjáraton, ha jól tudom, akkor a, a nagy fiad ő nem feltétlen maradt ezen a gazdálkodós vonalon, de, de a lányod, ha minden igaz, most átveszi a stafétát, ezt erről beszélünk. Ugye? Igen, igen. És um, még a film itt remélem, hogy billeg. Még billeg, tehát remélem. még nem dőlt -e, még ugye a penge élén van, de <laughs> hát ha ide billen. Van uh, ilyesfajta titkolt álmod, célod, vágyat, hogy esetleg igen, az az egész nagy farm vagy gazdálkodás, amit te képítettél, ez biztos kezekbe kerüljön, egyszer majd a mindkét gyerek ezzel foglalkozon, az ő gyerekeik is majd. Tehát most nézd meg, hogyha 600 éve Kisbacomba élt a Benedek Huszár család és gazdálkodott, és benne volt a falu életébe, van olyan, hogy huszárbirtok, birtok, huszár cseréje, hagyományos módon kötik a terület egy-egy részéhez a mi családunkat. Ez a tipikusan Építették a név a kötelez? Temponot. Ez az a helyzet akkor nálad? Hogy ha tetszik, hanem... A név, a hovatartozás, Igen. a gének azok köteleznek. De nem mondom, hogy ha tetszik, ha nem. Tehát én remélem, hogy tetszik. Én tetszésből csinálom, mm. nem. Engem nem készített senki, hogy hazajöjjek. Hát mindenki úgy képzelte el, hogy egyrészt, mikor elmentem Olaszországba, mindenki azt mondta, akkor még ugye olyan volt, hogy öt napig kellett sorba állni a vízumért uh, Bukarásban, hogyha egyszer elmész, te biztos haza nem jössz, mert te olyan vagy, hogy még a nyelvát is meg tudod tanulni, és én mindig mondtam, hogy hát én hogy ne jönnék haza, hát ennél szebb hely, mint Székelyföld, Erdővidék, nincs. Most is azt mondom, az én számomra. Uh -huh. Másokét is megcsodáljuk. Azok is szépek, csak azok az zövé. Ez olyan szép, ami a miénk. És uh, ha a családunk 600 éve ott van, Kisbaconban, akkor ez a név, hogy uh, Benedek Huszár, az nem szabad kivesszen onnan. Felelősség ezt egy teljesen evidensnek tart. Nem? Igen. Uh -huh. Van padunk a templomba, hozzájárultunk a templom építéséhez, volt a családunkból, pont úgy hívták Benedek Huszár János, közbirtokossági elnök, uh, egyház gondnok, most én is az vagyok. Tehát ezt, ezt ott kell lenni. Úgyhogy elmenni el lehet, tanulni, tapasztalatot szerezni, de az élet nagy részét azt azért ott illik leélni. Ez olyan jó, mert most már tényleg így próbálom futtatni a számokat a fejemben, de nem tudok pontos számot, úgyhogy csak azt mondom, nem egyszerűség, egy sokadik ember vagy, aki szinte szó szerint ezekkel a szavakkal fogalmazza meg, hogy elmenni, tanulni, aztán, aztán visszajönni, de senki nem használta még ezt az illik szóhasználatot egyáltalán. És tényleg az van benne, hogy illik. És nem véletlen, hogy szóba hozom, hogy a név kötelez, nem véletlen, hogy valahol egyfajta felelősség is, mert ha az ember megnéz téged a családot történetét, akkor ténylegesen ez látszik, hogy ehhez mindenki is tartotta magát. Ha jól tudom, akkor például a nevek is úgy vannak, hogy a család egyik férfi felmenője mindig János Gábor, János Gábor, így Andra, az... Gábor, igen, és András még bejöhet. Bejöhet, igen. még, az még szabad. <laughs> Nagyon Tehát úgy volt legalábbis 250 névre visszamenőleg, amit látunk, hogy az elsőszülött fiú mindig a nagyapjának a nevét kapta. És így jött, hogy uh -huh. János Gábor, János Gábor, János Gábor. Aztán volt olyan például, hogy a fiúnak, aki amúgy János lett a Gábor után, nem lett fiúgyermeke. És akkor András testvérének lett. És akkor onnantól megint János Gábor, János uh -huh. Gábor. Az én fiam Gábor, hát ha az unokám János lesz. Agy az Isten, hogy úgy legyen. Sőt, Köszönöm. annyi unokád legyen, annyi fi -fi unoka, hogy a, még az András se legyen elég, és akkor még így kelljen más Jaj, fiú neveket. <laughs> <enne a legjobban. gül> Ugye gondolom, egy adott így pont van. után minden szülő is ezt kívánja. A család kapcsán hoztam egy tárgyat, és engedelmed de most ezt is előveszem, nem Bármilyen. másért, hanem azért is, mert a családon túl egy másik kaput is ki fog nekünk mitni, Ez egész konkrétan a Lauraház. Ezt az irodátból loptuk el, hogyha nem nagy probléma, de vissza fogunk mindent szolgáltatni. Egy olyan mondat, azoknak, akik esetleg Nem csak hallgatnak. Nem zárod az irodádat, így jársz. Így jársz, ha az újságíról lopni akik csak hallgatnak bennünket, egy olyan keretezett ajándéktárgy van most a kezemben, amit a Laura háztól kaptáltam, igen. ez már, ha jól tudom, polgármesterséged ideje alatt, igen. de hogy a Benedek Huszár család van ábrázolva, rajta egy gyönyörű kis gombos rajzos megoldással. No, de a család kapcsán igen, és akkor egyáltalán, hogy mit jelent a közösség maga, akár szűkebb, akár tágabb értelmében és illetve a felelősség, akár család, akár a Laura házas hozzáállás, mentalitás, történet, Kicsit próbáljunk meg elvonatkoztatni attól, hogy, hogy egy város vezetése a feladatot, hogy közszereplő vagy, hogy esetenként jól átgondolt formulákkal kell kommunikálnod. Mineked a közösség kicsiben, nagyban, itthon, esetenként távolabb, hogyha éppen Rómában vagy, jól tudom, még Svájcban is voltak hasonló tapasztalataid, mi a közösség, hogyha nagyon egyszerűen meg kellene fogalmazni? A közösség az, amelyiknek én is egy hasznos alkotó része lehetek. Fontos a hasznos. Uh -huh. Tehát amihez, aminek a működéséhez én hozzá tudok tenni valamit. És hogy az egész prioritás lánc hogy van, úgy van mint az a jelmondat, amit nem én találok fel, és sokszor hallottuk, hogy Isten haza a család. És, és ezt a családnak mindig elmondom, hogy értsék, hogy miről van szó a család. Nem véletlenül van a harmadik helyén. Tehát az Isten is a előtte van. Uh -huh. De sokan azt mondják, hogy a család az első. Én viszont továbbra is azt mondom, nem. A család fontos Isten is a haza között. ö mögött. Tehát, uh, Isten miért fontos? Azért, mert hogy uh, annélkül, hogy ezt uh, nagyon ki akarnánk domborítani, a mindennapos cselekedeteinket mindig le kell konzultáljuk vele. Én ezt így teszem. Imádkozom. Bármilyen döntésem, természetesen. Mind. Minden étkezés előtt, minden elolváskor. Tehát, és olyankor próbálok beszélni. Van egy olyan mondás, hogy Isten nem mindenki megpróbál beszélgetni. Amikor imádkozunk, akkor mi beszélünk hozzá. És a megérzéseink, amikor Isten szól hozzánk. És ezért a megérzéseinkre nagyon kell hallgatni, főleg az első benyomásra, és az első megérzésre. Mert olyankorú szólott, aztán uh -huh. utána látja, hogy nem csinál az ember, elhallgat, mert hát vagyunk 8 milliárdon, és a többivel is foglalkoznia kell, de fontos a megérzés az Isten szava, ami szó hozzák. És azért fontos, hogy egyszer egy nagyon híres politikus, mindannyian ismerjük, de nem mondom el a nevét, azt mondta, hogy egy igazi politikus Isten félő ember. Mert tudja, hogy nem a választókkal kell számolnia, hanem egy sokkal magasabb entitással és nekem is minden egyes döntésemet konzultálom vele. A legapróbbakat is. Egy előadást hallgattam, amikor több szereplő volt, és használtak különböző szavakat. Az egyik mondta, hogy szerencsém volt, mert, vagy hogy a véletlen úgy hozta, uh -huh. vagy pedig, hogy a lelki ismeretem, és volt egy katolikus pap, azt mondta, hogy gyakorlatilag ezek Isten többi nevei. Más megfogalmazás van, de ugyanarról van szó, szóval így Igen. van. Így és ez a bizonyos lelkiismeret az gyakorlatilag a mindannyiunkban élő Isten, és vele mindig kell konzultálni. És utólag is meg kell kérdezni, hogy jól csináltam-e, és hogyha azt mondja, hogy nem, akkor meg kell próbálni ezt a hibát kiküszöbölni. Ez milyen fontos? Meg hát az jut eszembe erről, tudod, hogy akkor vajon ez is oka annak, hogy a prioritási lista, vagy ez a hármas felsoroláson, amit az imént említettem, mindig ő van az első helyen, mert hogy tőle indul, tőle ered és hozzá ha ő nincs akkor vissza. semmi. Sincs. Mi nem És akkor ugyanez a helyzet a közösséggel is, látod, hogyha ugrunk egy lépcsőfokot és megyünk a második. De és akkor jön a haza, ugye? Most Igen. a haza az egy nagy közösség, de ezt lehet tovább részletezni. Tehát a hazának szinonimájaként tudjuk használni, Mit tudom, az erdély magyarságot. Tudjuk használni Székelyföld, Erdővidék magyarságát, a Barót lakosságát, Kisbacon falu közösségét, az egyházközséget csak belőle. Tehát mindezek a közösségek, amikor építőelemként és hasznos építőelemként ott vagyunk mi is, hozzátesszük a magunk részét. Lehet hogy egy, egy egyházközségben, ahol gondok vagyok, ott a szerepem nagyon nagy, sok áll rajtam. Vagy a Hat település alkotta a közigazgatási egységben, fontos. Polgármester vagyok. Olyan döntéseket hozok, vagy pedig hajtok végre, amelytől emberek élete nagyon is függ. Alakulhat jó felé, rossz fele, stagnálhat, ami lehet, hogy nem pozitívum szintén. És ezt a közösség iránti felelősséggel kell megtenni. És hasznosan kell ezt megtenni nagyon-nagyon oda kell figyeljek, hogy mit teszek, ennek ellenére még tévedhetik. És akkor oda jutunk, hogy család. És a család mindezek háta mögött van, nem azért, mert nem számít, nem azért, mert nem fontos, hanem azért, mert Isten és a hazom mögött, ő nem le, előtt, ő nem lehet. Nem lehet egy ilyen rangusa vele. Na de és akkor a rugalmasságot a, a, családtagok kell adják. De itt jön egyszer, mielőtt bárki is rugalmasságot kérnénk. Igen? Itt jön egy nagy miért a részemről. Tehát miért nem lehet egyenrangú Istennel, a haza, hazával a család, család az Istennel. Miért kell rangsorolni? Miért nem fér meg a három egymás mellett? Például lehet ezt egyszerűen ábrázolni. Tegyük fel, hogy a családdal elterveztük, hogy lesz egy közös vacsoránk, ott vannak a gyerekek. És tegyük fel, hogy a közösségben van egy olyan alkalom, ugyanabban az időpontban, amelyik közösségi jelentőségű. Melyiket kell választani? ez csak logisztika kérdésem mondatja velem a nagyon realista, fehér népi gondolat, de. Hogy? Hát, hogy ez csak logisztika de, ha, de, kérdése. De van, amikor, hogy ne, van, amikor nem egyben. tudjuk átsúsztatni. Te tételezzük fel azt, hogy hogy mozdíthatatlan két időpontról beszélünk. Én még mindig azt mondom, hogy egyik nem zárja ki a másikat. Tehát az, hogy a, a családdal való együtt töltött idő nem konkrétan kis szűkörű vacsorában nyilvánul meg, hanem családostól veszek részt a közösségi eseményen, azt szerintem nem, nem mindig lehet ki tenni. Persze, egyik a nem mindig lehet megtenni. Na most, hogyha a logisztika kérdés, akkor a kérdés az, hogy. Melyiket csúsztathatom el? Azt a 3-4-5-6 embert, aki a család, mondjuk egy órával később, vagy pedig egy falu közösség, ahol egy falu fórum van, és elvileg eljöhet akár az ember is. Igen, ez Tehát a, a rugalmasságot azt mindig a család kell tanúsítsa. Igen, szerintem. az ilyen kérdéseknél, kérdéseimnél, és a te ilyen válaszaidnál jövök rá, és bologatok sűrűn, hát csak meg, mert valahol mégiscsak neked van nagyon igazad, és valószínűleg ettől nehéz egy polgármesteri minőségben létezni, amikor ilyen és ehhez hasonló döntéseket kell meghozni. Olyan, olyan vészesen repül az idős, még annyi mindenről kell beszéljünk. Emlegessünk Tevezető. fel még néhány olyan dolgot, János, ami azt hiszem, hogy a te munkát kapcsán mindenképpen érdemleges az említésre, főleg azért is, mert kicsi szívem csücske. Úgyhogy veszek is elő septiben itt némi nemű heti lapokat, hogyha már itt közösségről és egyáltalán, ugye picivel korábban haza költözésről beszéltünk, és magyar tanárkodás, meg, meg katonaság egy fontos mérföldköve volt a te életednek, Nagyon. ugyanis te alapít mondjuk azoknak, akik esetleg nem tudják, hogy többek közt te is, alapítottad megalapítottátok meg az Erdővidék heti lapot, ennek főszerkesztője is voltál. Így van. Ö, jól látok e némi nem kis büszkeséget felcsillanni most a szemedben? Hát mert ha az ember büszke hát Ez az azt. egyik gyermekem. Ugye? Ugye az embernek nem csak gyermekei vannak, hanem más, mások is vannak. Például az intézmények is lehetnek az ember gyermekei. A fejlesztésben is, tehát ezt most polgármesterként mondom, vagy bármilyen közösségi vezetőként, legérdekesebbek mindig az intézmény fejlesztések, intézmény megalapítása, hogy megszülessen. Tehát 97-ben leszereltem a katonaságtól, és előzetesen mondom, hogy egyetemi éveim alatt hát nagyon érdekelt, hogy mi történt Erdővidéken korábban. Na most mit lehet Kolozsváron csinálni, miközben fel kellene készülni a szesszióra, hát bemegy az ember az egyetemi könyvtárba, és akkor könyveket vesz ki, kötelező könyvészetet olvas, szeminárium dolgozatot ír, és hasonlókat és akkor észreveszi, hogy a kartoték rendszerbe, ugye akkor még nem google kerestünk, hanem a kartotékot pörgettük, és azt látom, hogy az Erdővidék című folyóirat 1903 és 10 közötti évfolyamai. Hoppa! Hoppa. Kikértem, és azzal a, szak, a, szakkönyvészet úgy el is lett felejtve, és akkor ott olvastam, nyilván tudtam azelőtt is, hogy volt Erdővidék napilap, de akkor úgy hirtelen lássájt, hogy hoppá, itt van, kivettem, hozták a könyvtárosok, a raktárosok, és akkor délutánokat Napokat olvastam a régi Erdővidéket. Tehát gyakorlatilag én egy olyan 90 évvel később kiolvastam az Erdővidék sok-sok évfolyamát. És akkor benne volt, hogy hűha, első világháború előtt, abban a világban, milyen a maihoz képest, technológiailag sokkal felelősen, stb. Erdővidék fenntartotta egy saját heti lapot. Az a szerencse ért, hogy 97-ben épp el leszereltem a katonaságtól, még tanítottam 4-5 hetet Hermányba, és nyáron oda Antal István, a, a, gázmetán igazgatója, a felesége nekem tanárnő volt, Antal Izabella, és azt mondta, hogy neki volna van egy nyomdája, és ő szeretne indít, el szeretné indítani az erdővidék újságot. És én lennék a -e főszerkesztője. Még, Ú, az nyilván azért. Istvánnal mi nem ismertük egymást, viszont a kedves feleségével, Izabella, ő tanított engem, hát, hogy mondjam, most szerintem úgy elég jó nevű diák voltam a liceumban. az nem én is, időmben. elmegy. na, hát nem szerint szerényeskedjél itt az asztal mellett olyannyira, hogy talán te voltál az első, aki például a Baróti Szabó Dávidos díjat megkapta, meg a tesód Igen. is megkapta. Tesókról látod, még igen. nem is beszélünk. Mennyi kapta. mindenről kell még Nagyon vagány családból jöztök ti, hogyha intellektualitás szintjén, vagy bármi szintjén, műveltség szintjén gondolkodik az ember. Ezt le kell tenni az azt arra, hogy nagyon érződött már gyerekkorotok óta édesanyád hát könyvtár A könyvtáros munkája. tehát én egyszerre párhuzamosan négy-öt könyvet olvastam. Kettőt a könyvtárba, egyet az autóbuszon, egyet a szünetbe, egyet nagyapámiknál, egyet otthon édesanyámiknál. Tehát mindig párhuzamosan olvastam a könyv, Nem úgy, hogy egyet fogtam, s elvégeztem, és ez olyan villózzó, sziporkázó irodalmi élményeket, meg azon túl, hogy esztétikum, meg irodalom, azon túl, és nagyon komoly személyiségfejlesztő hát, hatásokat. Nem. Gyakorlóan. És lám egészen oda, hogy mikor oda jut a történet, hogy keresnek egy lapnak főszerkesztőt, akkor rögtön Benedek Kosszár János volt, aki eszükbe jutott. Most nem tudom, hogy én voltam -e az első, de biztos megkerestek, és azonnal igent mondtam, és hát az újság, amúgy egyetemista koromban is írtam néhány tanulmánycikket, a szaktanulmányok megjelentek például a néprazi folyóiratokban, a néprazi gyűjteményes kötetekben, de a szabadságnapi lapban is írtam, vagy a helikonban írtam színikritikát, kritikát. A, igen, a hát Kopasz a nő első előadásáról kritikát írtam. A Tompa féle? Vagy igen, mely? Azt a mindenit. Tehát már voltak újságcikkek is, tehát írni tudtam magyarul. Ezt akarom kihozni, és hát ez egy nagy feladat, mert főszerkesztő akkor is, hogyha nem ekkora volt, csak fele. <laughs> tehát nem ekkora <laughs> volt, hanem csak ekkora volt, és hat oldal, tehát egy összehajtott, és középen volt egy, egy kicsi lepedő benne. És neki fogtam, és két évig én voltam a főszerkesztője, és két évig egy szép időszakot éltünk meg. Büszke vagyok rá. El is hiszem. Látszik is egyébként. Mondod, vagy mondtad, említetted az előbb, hogy effektíve gyereketként tekintesz rá, de talán mikor a fiadról vagy a lányodról beszéltünk az imént, akkor volt hasonló csillogás a szemedben. Az jó szerintem, vagy na hát az idők, az idő és az évek is igazolják, hogy... Lapot csinálni több munka, mint gyereket, azt ha, de... azt, el tudom képzelni, több időt még vesz a fel. férfi oldaláról nézve is a történeteket, de mindenképp maga a gondolata, a tudat, hogy marad valami, utánad úgymond, valószínű itt a gyönyörű igen, a gyerek... és, és gondolom meg, hogy 97 óta hány folyóratlap lap született, és ez még mindig megjelenik. Született Énteken és is megjelenik. hunyt ki. Született és, és hunyt ki. Tehát igen. voltak Tiszavirág életű erdélyi uh, újságíró újságpróbálkozások, hány szűnt meg, hány ment át online, hányat számoltak fel, és ez az Erdővidék, ez a csodálatos kicsi lapocska, ez a mai napig megvan, ma, holnap 30 éves lesz, ez szerintem egy kisebb csoda. Igen, igen, de hát milyen jó, mert azt jelenti, hogy van rá igény, tudod, és igen. egyébként, ha te is, én is hazafele kocsikázunk, és bemegyünk bármelyik üzletben, akkor napig ott, ott van, hogy igen, kereslet van rá, ottak a kassza mellett, ahogy mondod, és hogyha az ember nem is újságot venni indul, de a liszt vagy a banán megvásárlása Beteszünk. után még azt is úgy oda teszi Annyi mindent hoztam, én most egy nagyon bátor dolgot fogok tenni, amit még nem a Pertú életében, az az, hogy egyszerre nagyon sok tárgyat előveszek, már csak azért is, mert bár külön-külön története van mindegyiknek, Egyrészt valószínű az időhiány véget, nem fogunk külön tudni beszélni mindegyikről, viszont arról fogunk tudni beszélni, hogy egységében ez a te életedben mit jelentett, és akkor, hogy a hallgatók, nézők is képbe legyenek. Mindenek előtt van egy 2006-os kiadvány a szarvasmarha istálók kapcsán, 2009-ből egy stratégiai összefoglaló, ugye a sepsi kistérség apropóján, illetve egy brosúra, ami a legutóbbi 2020-as választások kapcsán akkor független polgármesterként indultál meg és nyerted, és itt is vagy körünkben. Na, ezeket az éveket, ilyen falvástól is mindenest, mert ugye a kampány időszakban annó nagyon szépen, nagyon sok helyen részletesen elmeséltétek, de most örülnék, ha tényleg egy picit tudnánk zanz zanzásítva összegezni ennyi év, ennyi idő távlatából, hogy mit jelentett a te életedben ez a különböző néhány stáció, illetve hát hová jutott te Benedek Huszár János így 2024-re, hogyha a maga története és fejlődés útja a kérdés és a tét. Egyetemista voltam 93-ban, amikor a korunk egyik számában megjelent Szívesztő Lajos tolából egy ilyen című cikk, hogy Farmkazdálkodás három széken. Két-három sírás volt, és az IEF-falvi LAM alapítvány által bevezetett mezőgazdasági tanulmányokat folytató diákok, svájci vendégmunkájáról, svájci gyakorlatáról szólott, illetve arról a tangazdaságról, amit mintegy 25 hektáron az alapítvány keretében és a helybeli református lelkész katóbéla Béla kezdeményezésére hoztak létre. És ez nagyon megtetszett nekem, és abban az időben egyetemista diákként egy HHRF ösztöndíjjal falu szemináriumot vezettem. Cségim és Évának volt ez az ötlete, hogy azok a kolozsvári diákok, akik vállalják, hogy nem nagy városba, hanem falusi településen lennének majd tanárok, vagy bárki a több szakról volt, uh -huh. o, tehát nem csak a magyar szakról, azoknak intézett egy ösztöndíjat. Én voltam a vezetője három éven keresztül, és a diákok is kaptak ösztöndíjat, hogy kóstoljanak bele a falusi életben, de ez nem a jelenti, hogy kimentünk, és ott mondjuk tehenet fejtünk, hanem azoknak a falukutató munkáknak, azoknak a néprajzi munkáknak, vagy falu szociológiai munkáknak a megismerésével foglalkoztunk, amelyeket az elmúlt 20. évszázadban a főleg az erdély-magyar mm -hmm. kutatóközösség. Említettük azt, hogy katonaság után elindult az Erdővidék című heti lap. Ugyanakkor volt még egy másik gyerekem is, tehát 97 őszén, Megjelent egy törvény, aminek az értelmében újra lehet alapítani a közbirtokosságot. És Kisbacsaba, én alapítottam újra, én voltam az első én? elnöke 98-tól 2002-ig, amíg fizikailag visszaszereztük azt a több mint 1500 hektár területet, amelyel most is gazdálkodik a közbirtokosság. És hát most is az az elnöke, aki alelnök volt, és én javasoltam, hogy legyen az elnöke. És akkor. 97-ben történt még az, hogy Birtalan Ákos képviselői irodát nyitott Baróton, és annak is a munkatársa voltam, mindenfajta dolgokat, amiket a képviselő úr megbízott, azokat végeztem, és közben jelenkeztem ilyen falvára arra a képzésre, amelynek egy svájci tanulmányút volt a vége. Viszont ott a tiszteltes úr, most már Püspök úr, Kató Béla Püspök úr felajánlotta, hogy vegyem át a tangazdaság vezetését, hogyha érdekel, engem nagyon érdekel minden, ami mezőgazdaság, és akkor ez azzal járt, hogy 99-ben Kisbacomból ilyen falvára költöztünk. És hát a tangazdaságban elméleti, meg gyakorlati oktatás is folyt. Én voltam a gyakorlati oktatásnak a vezetője. Többször jártam Svájcban tanulmányúton, hogy mit kell, hogyan kell csinálni, meg hogyan kell felkészíteni azokat a fiatal fiúkat, lányokat, akik nálunk egy nyáron keresztül tanultak, aztán következő évben elmentek Svájcba. És végeztünk egyéb munkát is, hiszen 2002-ben ott is született egy gyermekem, megalapítottam a Szefavi Szarmasvaltányi Egyesületet. Így majd napig működik az is. Igen. És 2003-ban megválasztottak a Megyei Szarvas Egyesület elnökének, Gazda József barátosi agrármérnök volt az elődőm, 2003 és 6 között viszont én voltam. És akkor ebben a minőségben, ebben az épületben volt a földszinten az irodánk, a Megyei Szarvas Egyesület irodája, és alkalom adódott rá, hogy az apácai közalapítvány pályázatával egy nagyon jó osztrák szakmunkát a szarvasmarha istállók építéséről lefordítsunk és kiadjunk ezért példányba. És ezt adtuk át az Egyesület tagjainak, a mai napig jónak találom, tehát most már épülnek elég nagy számban szabattartásos istállók itt Székelyföldön, is a mai napig teljesen érvényes, amiket a higiéniáról, a közlekedési rendszerekről, az kérdésekről megfogalmaztak a 80-as években az osztrák szakemberek. Igen, és hogy lépjünk, és tárgyaljuk tovább a többi tárgyat, és innen már csak egy lépés volt mondhatni, egy Igen. csomó minden Említettem is. Említettem az előző mondatban, az előző fázisban, hogy született egy gyermekem 2002-ben a Szarras Maratányiszt Egyesület falván, és az Egyesület számára szerettük volna a polgármester hivatal mögötti épületet, a Bika Istállót kibérelni, hogy abban egy tájbegyűjtő központot hozzunk létre. Itt volt valami hiszti van a veszekedés ez Igen, ügyben, tehát háromszor kértük emlékszem. az Egyesület nevében az önkormányzattól, és az önkormányzat mind a háromszor ezt elutasította. És akkor felmérgelődtünk, és megnyertük a választást. 2004-ben, és a következő esztendőben kialakítottuk, tehát a könyv megjelenésével egy időben 2006-ban kialakítottuk azt a tájbegyűjtő központot, amely mai napig, ott van, és úgy fogalmaztam az átadáson, hogy három ország fogott össze, hogy ilyen falva tejtermelének legyen tejbejtő központja, a svájci Rebiát alapítványon keresztül kaptunk támogatást, Magyarországi új készfogás közalapítványon keresztül, és egy román állami támogatással is, plusz hozzátettük a tagoknak a hozzájárulását, és megszületett 2000 sikerült. literes hűtőtank, alkalmazottal, minilaborral, de működik a mai napig, erre is büszke vagyok. Tehát olyan gyerekeim születtek közben, hogy élnek még most is. Közbirtokosság, erdővidék, szarvasmatányi egyes filet Ezekre igazából büszke vagyok. Említettem az intézmény, létrehozás, fejlesztés az a legérdekesebb dolog. Igen, mint egy kicsit uh, téged ez is vonzana látod, vagy legalábbis külső szemmel ez látszik, a rengeteg projekt, amiben részt vettél, nem beszélve arról ugye, hogy pályázatírás és minden más, ami a későbbiekben még úgymond a szakmáddá vált, vagy szenvedélyeddé vált, mint ezek az új kihívások, új, tehát mintha projektekben gondolkodnál, tudod? Első igen. körben, hogy legyen egy rövidebb vagy hosszabb távú cél, azt elérni, és akkor jöhet az újabb és újabb Jó. kihívás. Jól fejtette le Téged, a példu, jó, azt jó. Veled. Valóban. Na akkor viszont meg az a kérdés, hogy mindezeken túl, és eljutván egészen oda, hogy hogy rászántad magad, rászántátok magatokat, hogy egy egész erős, ügyes csapat állt annak idején a 2020-as választások környékén mögött, hogy hogy akkor baróc szinten is meglépni ezeket, vagy megálmodni a kis célt, nagy célt, és ezeket kisebb, nagyobb projektek révén elérni. Ebben a folyamatban vagyunk most benne. Hogy látod így most ennyi esztendő? Hát most már követ következő választásokra készülvén. De hogy látod, hogy, hogy sikerül-e tartani azt az irányt, azt a célt, amit belőttél, és nem feltétlen csak a, a, polgármester véleménye érdekel, hanem a Jánosé is, akit a kihívások éltetnek, aki a szenvedélyek embere. Igen, tehát 2020-ban egy tíz éves programot készítettem. Amikor lejártam az összes települést, tehát minden egyes település, minden utcájába voltam, és fórumokon, valamint ez a kapurú-kapura való uh -huh. beszélgetésnél 2800 között fogtam körülbelül. És mindenkit hogy megkérdeztem, hogy mit szeretne, vagy elmondtam a véleményemet, és kérdeztem, hogy hogyan reagál rá. Akkor azt tapasztaltam, hogy egyrészt az emberek nem úgy gondolkodtak, ahogy én, mert én a projektekből jöttem, 12 évig projektmenedzser yeah. voltam, és nagy infrastruktúrális projektekbe gondolkodtam és mindig ezt elmondom, hogy egy Miklósvári bácsinak, amikor a kapuk között elmondtam, hogy akkor vizet bevezettünk, szennyvizet kivezetünk, az utcát leaszfaltozzuk a következő évek folyamán, akkor azt mondta, hogy hát ez engem annyira nem is érdekel, de tudja -e mit, legalább egyszer egy évben jöjjön el, tartson egy gyűlést, hogy tudja maga elmondani, amit akar, és mi is mondjuk el, amit akar. Nagyon jó. Jaj, és akkor nem rájöttem, nem hogy sokkal kisebb az elvárás horizont, viszont olyan, amit meg kell tenni, mert azt mondták, hogy az előző nyolc évben nem tudják, hogy pontosan hogy nézett ki az akkori városvezető, mert hogy nem tartott ilyen típusú találkozókat. Na, ebből is kiindulva, én minden évben minden településen megtartottam, tehát négy év alatt 24 fórumot tartottam, ahol mindenki elmondhatta az övét, mi is elmondhattuk, tehát ez is a kommunikációhoz tartozik, mint az online Facebook közvetítések. És akkor, ha megnézzük, akkor láttam, hogy négy éves programot készíteni szerintem nem érdemes. Uh -huh. Mert hogy a 12 éves pályázatírói tapasztalatom pontosan azt mutatta, hogy a legszerencsésebb ritka kivételek között van az a projekt, amit egy mandátum alatt meg lehet valósítani. Hát igen, És nem igen, érdemes igen, mandátumokba gondolkodni, össze. hanem projektekbe kell gondolkodni, attól függetlenül, hogy ezek átívelnek-e önkormányzati ciklusokon, vagy pedig nem. És akkor azt mondtam, hogy 2020-ban vagyunk, akkor 10 év alatt körülbelül ezt lehet elérni. És most is úgy látom, hogy a megjelölt mérföldköveket nagyjából lehet tartani. Ez olyan szempontból látható, nagyon jó, mert ugye egy csomó minden változott, vagy egy csomó, úgymond nehezítő körülmény ebben a bizonyos mandátumos időszakban azért. Covid, háború, energiavásár, Igen, ne drágulás. kezdjem el sorolni, mert rádióban estig, napestig Csak ezt, ezt Viszont van itt még egy tárgy, amit, amit mindenféleképpen szeretnék elővenni. Nem fért bele a dobozba, ezt már most most úgyhogy bujok szokás szerint most már lassan ebből is szokás lesz az asztal alá. és megpróbálom úgy kivenni ezt az ekét, hogy közben a díszletünk is megmaradjon. Hát uh, hoztam. Fordítsuk meg, mert onnantól szimpatikusabb. Ineszebb, így jobban néz ki a, kékfele. kék fele. Hát, ha nem duvad le, azaz, nem. hogy az anyaországiak is értsék, hát, ha nem esik le a dobozról. Um, igen, no, hát ez el kell is mondom, hogy miért hozom az ekét, meg nem mondom őszintén, mert ennyire ügyes már, vagy ennyire nem ügyes már a memóriám, de a Facebook oldaladon szerettem. Szembe egy olyan videóval, egy támogató videóról van szó, egyik kedves barátod, és az ő neve nem fog eszembe jutni. Ő készítette a felvétel, de az maradt meg nagyon, hogy ha jól emlékszem, Lukács Evangéliumából idézett, és nem fogom tudni szó szerint idézni, de engedd meg, hogy próbálkozzak vele, hogy talán a, a, aki az Eke szarvát fogja, és hátra néz, az nem érdemes arra, hogy Isten országába jusson. Ha nem is szó szerint idézem, de nagyjából a gondolat ez az. Jó, jó helyt tapogatózom, Igen. ugye? És ezért is örültem nagyon az ekének, mert benne van a, a mezőgazdaság, ami a szívecsücske, és mert benne van ez a nagyon erős gondolat. a ez a barátod ebben az említett videóban úgy fogalmazta, hogy, hogy nem olyan embernek ismert téged, mint aki visszapillantó tükröt szerelne fel az eke szarvára, hogy folyamatosan visszanézze, hanem folyamatosan előre, előre, előre nézel, és ezt látjuk egyébként az elmúlt négy esztendőben is, hogyha túllépünk ezen a sokat emlegetett tíz éven, ha túllépünk a két mandátumon szintén sokat emlegetvén, hol látod magad egy adott pont után, mondjuk igen, 10-15 év múlva, és nem ilyen közhelyes állásinterjús választ kérek szépen, hanem úgy tényleg az leszel, aki a traktoron ül, aki nem tudom, a juhokkal bánik, az leszel, aki még mindig a közszolgálatban létezik, az leszel, aki projektekben gondolkodik, és ezt a szálát viszi az életének. Mi lesz Benedek Huszár János útja? Ezt itt tudod-e? Hogy tudni-tudni, hát ez tudni-tudnám-e, ez nagyon nehéz kérdés, hiszen tíz éves időtávlat az egy elég hosszú. Például gondoljunk vissza, hogy tíz évvel ezelőtt hol voltunk, mit gondoltunk, milyen lehetőségeink voltak, milyen álmaink voltak. Én ezt a tíz évet mindenképpen szeretném tisztességgel végigcsinálni, és bízok benne, hogy Barót és Erdővidék közepe, meg egész Erdővidék más lesz. Jó értelemben lesz uh -huh. más. Ugye vannak itt olyan tényezők is, amelyet nem tudunk befolyásolni. Tehát vannak globális politikai folyamatok. Lehet, hogy túlságosan nem is érdemes azokat olvasni, mert akkor az embernek elmegy a kedve minden nap élettől is. Tehát amikor különböző nukleáris konfliktusokat vetítenek előre, meg járványokat, meg technológiai összeomlást, akkor, akkor az nem egy rózsás jövő. Viszont én azt mondom, hogy pontosan az lesz, aminek lennie kell, mert hogy ezt az egész világot mi emberek is irányítjuk, de vannak magasabb hatalmak, akik irányítják, és én azokba bízok. És akkor a bízok. te történetedet ezek a magasabb hatalmak, merre fogják szerint. Te és terem? az én történetemet pontosan oda fogják irányítani, ahol nekem lennem kell. Mondom, hogy nem állásinterjús választ kérek szépen, hanem álmokat, célokat. Úgy gondolom, hogy végig jön? szeretnék vinni még néhány mandátumot a Baruti közigazgatás élén. Az emberek ebben a pillanatban még mindig frusztráltak, hiszen a 30 éves elmaradás az nem leküzdhet egyik pillanatról a másikra. Viszont úgy gondolom, hogy már ennek az évnek a végén egy jobb hangulat fog beköltözni a mi városunkba. Vannak részletei ennek, de nem akarom felsorolni, de teljes meggyőződésem, hogy jobb lesz a hangulat, jobb lesz a közérzet. Azt mondtam volt, hogy virágzó erdővidéket, élhető falvakat építünk fejlődő falvakat. És én úgy gondolom, hogy ez el fog indulni, és az emberek jól fogják érezni magukat, A fiatalok, azok járják meg magukat a világba. És utána a választási lehetőségek közé egyik fel erdővidéket is, amelynek lehet, hogy néhány paraméter tekintetében nincs olyan mózereje, mint mondjuk egy nyugati államnak, vagy akár a, a vízen túli nagy országoknak. De néhány tekintetben közösség, anyanyelv, emlékek. A gyökerek? Az otthoni táj gyökerek mégis versenyképes, sőt, olyan ajánlatot ad, ami máshol nem található meg. És szeretném, hogyha a demográfia folyamatok megfordulnának, a gazdasági folyamatok megfordulnának. Tehát többen legyünk itt, mi fehér emberek. Induljon a gazdaság főfele kapjon mindenki jó munkahelyet, keressen jól, és aztán a szabad idejében uh, csináljon, amit szeretne. Építsen nyaralót, menjen el Tanuljon külföldre. Tanuljon az a legolcsóbb, ahhoz nem készen. Egy pici idő kell, csak nem kell anyagi ráfordítás. És földet, uh, úgy, ahogy az ősei megtartották nekünk, mi is próbáljuk megtartani az utódoknak. Illeszkedjünk bele azokba a folyamatokba, amelyekben pozitív szereplőként tudunk részt venni, és ha lehet, maradjunk ki azokból a folyamatokból, amely rombolással, most ez lehet fizikai vagy értékrendbeli rombolás is, jár ezekből, ha lehet, akkor maradjunk ki, úgy, úgy engedjük el, elmenni magunk mellett. És hogyha mindez valóra válik, vagy el lesz indítva az összes folyamat, és jó úton áll a történet, és egyszer csak mondjuk azt mondod, hogy leteszed a mindennemű lantott projektekről, városvezetésről, mindenről, akkor mit fogsz csinálni? Akkor uh, csendesen uh, mezőgazdaság közelében élve, azzal némileg foglalkozva, de valószínűleg abban az időtávlatban már inkább csak uh, egy hasznos segítőként szeretnék foglalkozni. Én még szeretnék építeni egy kicsi házat magamnak, a saját kezemmel lehetőleg többet, és hát ezt uh, most a következő években nem tudom megtenni, és abban szeretnék szép csendesen élni, amíg napom van még ház. Nagy az Isten, hogy így legyen. De addig még van egy csomó dolog, úgyhogy számít rád Erdővidék, meg Barút, meg azt hiszem, hogy mindjárt. És addig a mondatom kettő van. Na? Az egyik az, hogy akkor van vége, amikor vége van. Ez a másik jó. pedig az, hogy nincs más hátra, mint előre. Azaz. Ja, azaz. Én ez, oh, elloptad a zárszavamat, mert ezzel akartam zárni a beszélgetést, de akkor legyen ez eredeti gazdájánál ez a gondolat. Még egyszer kérem szépen. Nincs más hátra, mint előre. Nincs más hátra, mint előre. Köszönöm szépen, Benedek Huszár János. Köszönöm szépen, kedves kincső. Nektek is köszönjük a kitartó figyelmeteket. Reméljük, hogy a nachos, a popcorn, a hotdog, a hamburger, a minden is elfogyott. Jól laktatok, de itt vagytok még mindig velünk, és nyomon követtétek az iménti beszélgetést, mert szerintem határozottan megérte. És igen, meg fogja érni jövő héten is. Egy hét múlva csütörtök este 7 órától újra pár túl újabb érdekes beszélgetésre. Tartsatok velünk, kövessetek be a közösségi médiás felületeken, küldjetek tippeket, hogy ki legyen a vendég, és találkozunk igen, akkor egy hét múlva. Ez itt a Pertu, háromszék legközvetlenebb portai podcastje.